Jó estét kívánunk mindenkinek! A Kutyapárt által szervezett pódium beszélgetésen a három hollóban, melynek témája a független sajtó, mint ellenzék és politikai szereplő kettő. Az előző részét megtekinthetitek a YouTube-on. Vendégeink pedig Bodoki Tamás, az átlátszó főszerkesztő és újságírója. Nagy József, a 24. újságírója. Stumpf András, a Válasz online szerkesztője és újságírója. Új Péter, a 444.hu főszerkesztője és publicistája. Egy bemelegítő kérdéssel indítunk. Egy mondatban válaszoltok arra a kérdésre. Legyetek szívesek, hogy Magyarországon vannak-e olyan sajtótermékek, amelyek külföldi érdekeket szolgálnak anyagi juttatásokért cserébe? Én kezdjem. Hát ötleteim lennének, de. <gül> <gül> Azt gondolom, hogy egyébként az ország szégyene az, hogy akiket ilyen külföldi érdekeket szolgálónak mondanak, azok gyakorolják Magyarországon a valódi közszolgálati újságírást ellentétben a adófizetők pénzéből finanszírozott propaganda birodalommal. Én a nem Fidesz sajtóban nem ismerek ilyet. Én is azt mondanám, hogy ha látnánk egyébként, hogy kapunk a Putyintól egy csomó pénzt, akkor a magyar nemzetre, meg az origóra simán rám mondanám ezt, de mivel nem látjuk még azt sem, hogy olcsóbb gázt vagy valami pénzt kapnánk Oroszországtól, tehát ilyen információ nincs, ezért én sem tudok beszámolni ilyesmiről. Ők esetleg lehetnének akkor, hogyha onnan jönne valami támogatás. Hát én se válaszolnék egy mondatban. Mert ez a probléma is sajnos bonyolultabb. A probléma ott kezdődik, hogy te fölteszed ezt a kérdést. Ami azt jelenti, hogy ezt a keretezést, hogy egy nagyon szép szót használjak, és népszerű szót, már te is elfogadott, Tehát pont az a lényege ennek a kreténségnek. Pont az a lényege ezeknek a, ezeknek a tényleg nem, nem tudok kere jó jelzőt, hogy milyen vádaskodások ezek, amivel teleszórják egyébként mindannyiunk ellopott pénzéből az agyunkat, ez a lényeg, hogy már te is ebben a keretben mozogsz, érted? Azzal, hogy föltetted a kérdést. Igen, egyébként. Hát miért? Hát ki az úristennek lenne? Milyen érdeke Kinek? Hát ne hülyet, tényleg. Egyébként, amikor ez el volt küldve előre, ez a kérdés, hogy felkészülhettünk rá, akkor gondoltam, hogy így lehet, hogy egy visszakérdezés, csak az első körben az ember úriember próbál lenni. Tehát az, hogy... hogy... Roland, remélem később. Roland, lehetséges-e, hogy tegnap édesanyádattal szeretkeztél, majd utána meggyilkoltad, darabokra vágtad? Tehát ez körülbelül ilyen, ilyen kérdés, hogyha ránk van, meg a, meg a sajtóra van értelmezve, hogy mondhatod utána, hogy nem. De attól még a fe, emberek fejébe belement ez a kép hogy, hogy ez történt, miközben nem ez történt, de mégiscsak. Tehát, hogy ennyiben csatlakozni. Nem, hát... nem, 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 a Rolandot akartam ezzel most hát akkor más vagy meg. visszatámadni, mert, mert, mert egyébként ez a helyzet, tehát nem csak ő, gondolkozik gondolkodik ebbe a keretben, mindannyian az egész ország ebbe a keretben gondolkodik. Iróniát véltem felvedezni a kérdésben. Persze, persze, Iróniát nyilván. Hát csak attól a keret, az keret igen volt benne irónia, tehát ki lehetett volna aktázni a sajtóterméket, nem, viszont propagandalapot ismertek, tehát az is egy leütés előtt volna, de elértem a indulatot. Viszont ha már keretezésnél tartunk, és akkor utána nyugodtan, ahogy már elkezdtétek egymásra is, lehet reflektálni természetesen. Tehát a nem kormánypárti, vagy nem fideszes sajtót, ahogy az előbb említette is a Józsi, azt gyakorlatilag a kormány ellenzéki sajtónak vagy ellenzéki médiának titulálja. Ezzel, hogy ők akár komolyan, akár félrevezetően, tehát ők maguk is tudják, hogy a független sajtó az nem feltétlenül ellenzéki, nem kényszerítenek-e bele abba titeket, hogy valóban a kormány ellenzékeként kezdjetek el dolgozni. Én nem véletlenül mondtam azt, hogy nem fideszes sajtó. Tehát én ezt a független objektívet sem szerettem, több bokból sem, meg az ellenzékit sem szerettem. Nem vagyunk egyik pártnak sem a, a szekértolói, szerintem, itt, akik a színpadon meg akik velünk szemben ülnek, azok sem. Vagy hát nem tudom. Még a kutyapártnak se. Jó, a szabjuk névű medert, akkor ha bővebben szeretnétek válaszolni, akkor Pétertől ebbe az irányba, és akkor utána egymásra nyugodtan lehet reflektálni. Ez szép szó szintén. Jó, hogy én kezdjem. Ö, hát, nyilván ez is egy ilyen, egy ilyen fogalmi vita, mit nevezel ellenzékinek, mit nem. Ugye eleve van a kormányzati kommunikáció, mert a kormányzat részéről egy olyan, ö, hát szintén egy ilyen, egy, egy, egy ilyen narratív izé, hogy, hogy hogy tulajdonképpen, és ez egyébként nem csak a, a, a Fidesznél látható, ez, ez elég sokszor sok országban és sok Jellemzően mindig ilyen, a, hogy mondjam, liberális demokráciával alapvetően szemben álló politikai, részéről elő, politikai erő részéről előjött ez a típusú érvelés, hogy, vagy, vagy, vagy próbálkozás, hogy, hogy az, a, az embereknek azt az alapvető képét a világról, pláne az ilyen nem túl stabil demokráciákban, vagy már a stabilitáson is túl lévő posztdemokráciákban, azt a fajta gondolkodását az embereknek, hogy hát a politika az valamilyen gyanús, mocskos dolog, abban nem kell részt venni, nem szabad részt venni, nem jó. Erre, erre rásegítve ugye nyomnak egy olyan kommunikációt, hogy, hogy hát itt, itt, itt az ellenzék politizál, a sajtó politizál, az emberek politizál, ez rettenetes, hiszen a politika az Orbán Viktor monopóliuma. A hatalom, mint olyan. Tehát ebben, hát hogy... Hogy az úristenben ne politizálnának az emberek? Hogy az úristenben ne politizálna a sajtó bizonyos értelemben, amikor, amikor megír egy, egy dolgot valamiről? Az megint egy másik kérdés, hogy nyilván olyan értelemben a, a sajtó nem folytat hatalompolitikát, már normális sajtó nem folytat hatalompolitikát, hogy ellentétben azzal az álsajtóval, amit az ilyen típusú politikai erők többnyire fölépítenek maguk köré, a valódi sajtó, vagy a liberális demokráciákban, demokráciában intézményesült sajtó, az, az, nem, az nem azért tesz akármit, hogy X legyen hatalmon, vagy Y legyen hatalmon, vagy X ne, vagy Y ne, azért tesz bármit, hogy kiderüljön, a hát most patetikusan hangzik, ugye az igazság, vagy mi, hogy kiderüljön valami a világról. És egyébként ennek aztán vannak természetesen következményei. Tehát ezt mindegy, nem akarom itt ezt hosszan elragadni, többiek nyilván hasonló dolgokat tudnak mondani, ezt nagyon hosszan lehet ragozni még ezt a, ezt a szerepet akkor ragozom én is egy kicsit. Tehát ezt Józsi már említettét a független objektívet, ugye ez egy ilyen szitokszóként szokott fölvetődni kormánypárti politikusok szájából is, meg véleményverzérek szájából, hogy ja, hát igen, ők a független objektívek, mert persze ilyen nincs. Szerintem egyébként van, csak meg kell mondani, hogy mitől független. Tehát nyilván mindentől, például a saját véleményétől az ember nem tud független lenni, meg a saját szubjektumától. De szerencsére az újságírás egyébként egy pár száz év azért kialakult, és tök jó műfajokat teremtett. Tehát megvannak azok a műfajok, ahol a, a szubjektív részedet ki kell zárnod, és megvannak, ahol tök jó, hogy van, és kifejezetten vállalod a szubjektív véleményedet is. Ezek a publicisztikai műfajok. Tehát, hogy nem olyan, van, hogy sajtó, hanem azon belül azért elég jól el lehet igazodni, hogy melyek azok a műfajok, amelyekben helye van a szubjektivitásnak. De alapvetően az ember nyilván nem tud teljesen önmagától függetlened meg a véleményétől, meg a világlátásától, világnézetétől, és nem is kell neki. Nem erről van szó, amikor azt mondja mondjuk egy sajtótermék, hogy ő független, ha megmondja, hogy mitől. Mi például a Válasz Online-nál tök függetlennek vagyunk nagy befektetőktől, mert nincs ilyenünk, reklámozóktól, mert nem azokból élünk, mi az olvasóktól nem vagyunk függetlenek, mert hogyha az olvasóknak nem kellünk, és nem fizetnek elő, nem támogatnak, akkor vége van a boltnak. Mi tőlük függünk konkrétan, de nem függünk politikai pártól, meg gazdasági hatalomtól, meg nagy nemzetközi akármitől sem. Ilyen értelemben viszont van függetlenség természetesen, hogy megmondod, hogy mitől vagy független. És hát alapvetően a, nyilván megpróbál a kormányzat ugye erre rájátszani, hogy aki nem az ő ilyen tényleg álsajtójának a része, az meg az ellenzéki sajtó. Ez pedig szerencsére, hogyha van, az, van Magyarországon, is, szerintem kicsit ez jó hír, nagyobb azért az a tábor, mint akire én gondoltam 5 és fél évvel ezelőtt, mikor mi a saját lapunkat megcsináltuk, aki, aki azért átlát ezen a szitán. Tehát, hogy tudja azt, hogy ha elolvassa a cikkeinket, meg a kollégáknak a cikkeit, akkor látja, hogy eh, igen, nézzenek oda, ezek most nyertek pert a DK ellen, például mi ma, mi ma, meg egyébként a Fidesz ellen meg akkor, mert azok akkor pereltek be, tehát hogy ez a cikk erről szól, az a cikk arról szól, tehát próbálunk valamiféle valóságot megmutatni, leírni, amennyire ez a mi erőforrásainkból lehetséges és így, így, tesznek a kollégák is. És az olvasó, még Magyarországon még mindig van egy olyan olvasó réteg, hála jó Istennek, amely ezt, ezt látja, és nem hiszi el azt a baromságot, hogy ez persze egy elittábor, elit akárhogy is vesszük. Sokkal, tehát nagy milliós olvasottság, amikor az origó meg a, nyomja azt, hogy vannak ezek, a, ezek az ellenzéki, meg a balos sajtok, mi is voltunk a balosok, ami a világ legnagyobb vicce, de mindegy. Ak akkor azt így sok millió ember el fogja hinni. Hát igen, ilyen a tömeg, tömeg nem is tömeg média, pont. De ettől függetlenül szerintem nem vagyunk annyira rossz helyzetben, már csak azért sem, mert tudunk működni például mi is, meg a kollégák is, ami szerintem szuper. Szóval az értékeinktől nem vagyunk függetlenek, és azt írjuk, amit, amit gondolunk, meg nyilván, amire egyébként a piacon kereset van, hiszen a lapot azt fönn tartani. Néha beülök, Kaptam is most is a képemre egyik nézőtől az imént, hogy lehűlök beszélgetni egészen fura Fideszhez, vagy Fideszélhez kötődő emberekkel, és amikor mondanak egy-egy baromságot adásban, és utána én megkérdezem már adáson ki, hogy hogy tudsz ekkora fasságot mondani, akkor pironkodik egyik másik. Van, aki nem, még csak nem is pironkodik, de az megint egy másik kategória. De velem, vagy velünk ez nem fordulat elő, hogyha bármilyen... Uh, nyilvános helyzetben, nem fogunk más mondani, legfeljebb egy moderátabb szókincsel, uh, mint uh, amit egyébként mondunk műsoron kívül. Egyébként meg egy a Péternek egy megjegyzése, hogy hát, ugye arra van a sajtó, hogy megbeszéljük a közös dolgainkat, annak a platformai, arra van kitalálva a közeleti sajtó, persze ez a, ez a mi dolgunk, hogy ott keressük a, az igazságot, vagy azt, ami, amit mi annak gondolunk. Én még annyit tennék ezhoz, hogy az egész ellenzékizés, meg sorosozás, meg stb. Ez ugye a hatalomnak a sajtóképéről ad egy pontos képet, hogy ő szerintük az a sajtó, amit, amit én fizetek, és akkor az közvetíti az üzeneteimet. És ha nem én fizetem, akkor nyilván valaki más fizeti, és az ő üzeneteit közvetíti. Tehát kategorikusan tagadja, hogy az újságíró az úgy magától csinálhat valamit, vagy bukkanhat valamire, vagy megírhat valamit, hanem egy ilyen, egy ilyen közvetítőnek tekinti. És ugye ez nagyon gyakori, hogy, hogy ezt kapjuk, hogy az ilyen cikk, meg olyan cikk, az kinek a megbízásából, meg hogyan, meg miért, miközben ugye mi magunk azt gondoljuk, hogy önállóan kikutattunk valamit, és ezt ö, ö, tálaljuk és szerintem ez, ez, teljesen abszurd, hogy, hogy ez, ez ezt így ránk tolják. Tehát mondjuk az átlátszó az olyan szinten nem akart ellenzéki lenni, hogy, hogy kimondottan, tehát az, a, többször foglalkoztunk ellenzéki témákkal, és megírtunk ellenzéki ügyeket, mint egy zugló, mikor a, még karácsony volt a főpolgármester, és akkor a saját olvasóink, meg, meg tehát egy kicsit azért az olvasó közönség is szorít ebbe a, Kategóriába, ha mondjuk nem olyan elit, mint a Válasz Online-nál, hogy kikéri magának, hogy akkor már titeket is Orbán fizet, hogyha ilyeneket írtok, meg a, meg a politikus, az érintett politikus indít egy kampányt a Facebookon, hogy mindenki mondja le az előfizetését, mert, mert ezeket is megvették. Tehát, hogy mondjam, mikor a társadalom széles rétegei így gondolkodik erről a dologról, azzal nagyon nehéz szembe menni. De ez egy nagyon fontos pont, amit a Tamás mondta, egyébként erről beszéltünk itt pont, amikor miért feljöttünk a színpadra, hogy, hogy ez azért a, a, a társadalomban, ami nagyon sok, a világban most ez sok van, nem csak Magyarország, hogy meglehetősen frusztráltak az emberek, és hajlamosak az ilyen típusú gondolkodásra. Tehát ne, még indexes időben, amikor a Tamásai dolgozunk, akkor is rendszeresült még az index saját tulajdonosa is meg volt győződve, hogy bizonyos cikkeinket valaki íratta ugye a háttérből, hogy ha az OTP ellen írták valami, akkor a Csányinak volt meggyőződés, hogy valaki íratta. ha az x akkor biztos a Csányi iratta. A, áll, tehát, hogy az emberek hajlamosak így gondolkodni, és erre egyébként nagyon ügyesen, ő, nagyon ügyesen reagál a politika, és tolja ezeknek, a, vagy folyamatosan táplálja ezeket az összeesküvés elméleteket a sajtó irányába, miközben meg tényleg föntart egy olyan sajtóbirodalmat, meg ezek, hát lásd most a legutóbbi, ugye a, a, a szakácsárpányát, de hát ezt annak idején, amikor a, a nagy Simicska botrányok voltak, akkor a, a Hír TV vezéri közgött, és elmondta, hogy egyébként ezt a... Kancellájáról irányítják kézzel. A, tehát, hogy, hogy, a, a, tehát, hogy érted? Tehát itt, itt azért nem összemérhető dolgokról van szó, tehát, hogy ez az igazából nem sajtó. Tehát, hogy amikor ők az itt mondják, hogy jó, nincs objektív, meg független sajtó, hiszen ez is olyan, mint az. Nem. Nem. Kurvára nem egyébként nem mindig annyira szörnyű, hogy paranoidok a politikusok, és meg a gazdasági szereplők, és egyből mögé képzelnek valamit, kiírattas a kiiratta, stb. Én szerintem legalább háromszor jöttem ki tök jól egy olyan helyzetből, amikor valójában tök voltam, és hogyha ha ők a saját paranoiáknak a csapdájában nem esnek, akkor eltapostak volna pillanatok alatt. De így mivel ők tényleg azt gondolták, hogy valami ha nagyon hatalmasságnak kell -e mögött állnia, hiszen máskülönben nem jelentett volna meg, inkább jobb nem, nem cseszegetni, mert, mert ki tudja, kivel fogom itt tenni, hol fogom kihúzni a gyufát. Tehát legalább három ilyen eset volt, ahol a, a saját hülyeségük mentett meg engem attól, hogy, hogy nagy, nagy baj legyen valami írásból, ami megjelent. Aztán persze csak ilyen beszélgetések lettek, ilyen udvarias izé elhív borozni, és akkor megkérdezi, hogy de mégiscsak izé, meg csak mosolygok szépen halkan. Azé, még jobban azt hiszi, hogy valami kurva nagy izé van a háttérben. De hogy ezek, ezek szórakoztatóak tudnak lenni. De tény, hogy ez a paranoia ez abszolút elhatalmasodott. Szerintem egyébként nagyon érdekes, hogy hol nem. Tehát azt nem tudom elképzelni, hogy Rogán Antal komolyan gondolja ezeket a dolgokat. Ők, ő pontosan tudja, hogy ezt a baromságot, ezt, ezt ők találták ki, és ők terjesztik. Ettől függetlenül tényleg egészen magas szintekre el tud terjedni akkor két dolgot össze is vonnék. Ez a politikusokat mégiscsak ezek szerint valamennyire befolyásoljátok, úgymond, vagy a média befolyásolja, nem is szándékosan. Ilyen szempontból legalábbis biztos, hogy az ő fejükben van valami, hogy mivel lehet bekerülni a hírekbe, vagy hogyan tudják az ő témáikat Áttuk máni, ezek szerint az átlátszó nem feltétlenül. De ha már ez is szóba került, bocsánat, akkor ugyanilyen lényeges, hogy az előfizetőitek, hirdetőitek, támogatóitok, ha ilyesmiel fenyegetnek, hogy, hogy lemondják a támogatást, akkor van-e öncenzúr? Erre nyilván azt fogjátok mondani, hogy nincs. És milyen eszközök? működnek esetleges ilyen mechanizmusok ellen szerkesztőségem belül. Az a, az a szomorú helyzet, hogy a politikusoknak egyre kevésbé van szüksége sajtóra ahhoz, hogy eljussanak a közönséghez. Ugye a legsikeresebb politikusok kiállnak a social médiára, és ott direktben kommunikálnak a közönségükkel, vagy a rajongóikkal a saját maguk által ellenőrzött körülmények között, és tökre nincs szükségük ehhez közvetítőre. És ez akkor okoz ilyen faramúci helyzeteket is. Még átlátszó nem nagyon szokott politikusokkal foglalkozni, de van egy-kettő, aki velünk rokon témákon ügyködik, például mondjuk Hatházi Ákos, akivel szoktunk néha riportozni ilyen korrupciós ügyekről, és hogy elképesztő, hogy ő egy olyan közönséget épített saját magának a Facebookon, amivel mi is nehezen tudunk versenyezni. Tehát megfordult a dolog, hogy nem ő jön hozzánk, hogy, hogy megszólalhassa, hanem mi küldjük neki a cikket, hogy virag már ki, mert akkor több, többen, el, többen el fogják olvasni. Azért a hatházi ebből a szempontból kivétel. Én azt gondolom, hogy amikor a politikus belép egy tartalom gyártói szerepbe, akkor nem is igazából direktben a saját közönségét akár akarja találni, ahogy ti a saját közönségeteket, hanem a sajtónak beszélése, a sajtón keresztül akar, ö, akar oda belépni. És, ö, hát látható, hogy a, a politikusa a maga ö, gondolataival, szavaival, aurájával sokkal kevesebb ember tud elérni, mondjuk egy egy influencer, lássuk, láttuk a, ugye a bő egy héttel ezelőtti, másfél héttel ezelőtti 150 ezeres tüntetés, és láttuk, hogy hányan voltak pár nappal ezelőtt a, DK, DK tüntetésén. Tehát, hogy inkább ilyen, a szerettévesztés mögött inkább egy ilyen hátsó szándékot látok én meghúzódni. Nálunk nem annyira fontos, hogy, hogy jelentkeznek, nem jelentkeznek politikusok, meg tényleg én is egyetértek azzal, hogy aki, aki nagyon népszerű, annak nincsen szüksége már a sajtóra, ez a régi szerepe, ez, ez, eltűnt. Ez nem is baj, hogy eltűnt szerintem a sajtónak. Az a másik kérdés viszont ránk is vonatkozik, és ez nagyon érdekes, hogy a, ha az olvasó, már pedig mi tényleg neki vagyunk felelősek, és, és ha ő elveszti a... Tehát volt már nálunk is ilyen, hogy, hogy akkor lemondom, mert valami olyasmi szemre, az olvasó tyúk szemére léptünk rá, Uh, amit nem szabad, tehát az emberek ismernie kell az olvasótáboret, ezért nem árt mondjuk havonta személyesen is találkozni nem mindenkivel, hanem mondjuk az arany- meg ezüst előfizetőinkkel, de ez havonta megtörténik egy klubest formájában és beszélgetni velük, tehát tudni, hogy mm, kik ők, mik ők, honnan jönnek, stb. ez nagyon fontos mert tényleg nem, az, az ember neki kír, ettől függetlenül, hogyha valamit igaznak tart és úgy, úgy van a, a tehát az agyában, meg a lelkében, hogy ez, ez közérdekű, mert az igazságot tartalmazza, azt nem, folytott viszonyos. hogy konkrét ügy volt az ilyen, amikor jöttek ilyen, mondjuk saját cikkemről beszélek, nem kollégákéről, szerencsére nem gyakori. Bőjte Csabának, mikor volt az a... Az ügyet csináltam vele egy, egy, interjút, ugye, amikor elítélték 27 évre az egyik munkatársát Erdélyben, és utána volt, hogy egy nő belebegtette, hogy a szeretője volt a Böjte Csabának. És pont úgy jelent meg az interjú, hogy pótkérdést kellett küldenem, mert a nőnek ez a ö, hangfelvétel, ez később jött ki, mint hogy én már megírtam és elküldtem neki jóváhagyásra az interjút. De beleraktam a pótkérdést, azt mondta, hogy válaszolni fog, de nem válaszolt. Egy-két napig tartottuk az interjút, aztán ki kellett már rakni, hát ott volt egy kész interjú, csak nem válaszolt. Még vártunk egy kicsit, és aztán kiraktuk azt, hogy milyen kérdésekre nem válaszolt. És az első az az volt, hogy volt-e önnek szexuális kapcsolata a hangfelvétele hallható nőszeméllyel. Uh, és akkor erre jött, hogy akkor nem, mert semmi közünk hozzá, másnak a magánéletéhez sincs közünk, sose volt a válasz bulvár, most miért megy át a válasz bulvárba, stb. És tök jogos kérdés volt, nagyon sokat vitatkoztunk tép előttünk, borzasztó napok voltak a szerkesztőségben, hogy egyáltalán ezt meg kell-e a nyilvánossággal, vagy nem, vagy mi a franc. De egyszerűen úgy éreztük, hogy hozzátartozik a hitelesség kérdéséhez egy olyan ügyben, amikor, amikor tényleg egy óriási hálózatban több ponton is úgy tűnik, hogy visszaélések történtek a gyerekekkel, stb. És hát akkor az egésznek a vezetője és annak a hitelesség, az, az fontos kérdés. És beletartozik az, hogy mondjuk egy is esküt mennyire tart be. Nem biztos, hogy igazunk volt, szerintem egyébként igen, de ez, ez mondjuk sok olvasót fölháborított, és jött az, hogy akkor lemondják a választ, mert nem akarják, hogy, hogy akkor előfizetek a 444-re, hogyha, hogyha arra van szükségük. Egyébként tényleg volt, volt ilyen, aki konkrétan ezt írta. Uh, és hát a, a, megoldás, a megoldás az nagyon egyszerű ilyenkor, sok-sok energia, minden egyes levelet szépen megválaszolni, szépen elmondani, hogy milyen indokaink voltak arra, hogy ezt így kezeljük ezt a, ezt a helyzetet. Meg, megmondani, hogy ha még továbbra is sem elfogadható, akkor nagyon sajnáljuk, de köszönjük az eddigi támogatást, és reméljük, hogy nem mondja el az előfizetését. És egyébként szerintem ez, ez baromi nagy meló, minden egyes, tehát erre rámegy három nap, és akkor napi 12 órában, hogyha baromi sok levél van. De hát muszáj, mert különben ezt bezárunk, tehát az, az érdek is az diktálja, nyilván nem zártunk volna be, annyi azért nem jött, de hogy, de hogy egyszerűen mert tényleg az olvasóval személyes kapcsolatot kell tartani, és meg kell neki magyarázni, hogy miért, és szerencsére így száz százalékban megértették, és azt mondták, hogy jó, rendben, oké, csak hirtelen érzelmileg fölzaklatta őket, hogy ez, ez így, nem, ez így nem, oké, és szerencsére senki nem mondta le az előfizetés, vagy talán egy, de hogy melózni kell rajta, ilyenkor személyesen, az a TikTok szerintem. Nem tudom már mi volt az eredeti kérdés, de... De. Ja, öncenzúra nélkül egy tapottat nem megyek sehová. <hály> Üh... Nem, ugye volt ez, hogy politikusok be akarnak-e kerülni médiába, hogyan, meg mit tudom, ennek nagy... Igen, azon töprengtem, csak nem tudom ezt nagyon frappáns összefoglalni, ennek nagy irodalma van a, a, médiakutatásban. Egy probléma van, hogy a médiakutatás is még egy olyan ö, helyzetből indult ki, ami az utóbbi 4-5-6 évben gyakorlatilag teljesen átalakult, teljesen megváltozott. Tehát és itt meg odajuk adok ki fejbe, és itt fogom elvinni veszélyesen általánosba a, a dolgot, de megpróbálom tényleg itt majd elvarni nagyon gyorsan, hogy ne legyen partalan. De ennek a problémának valahogy a gyökeréhez érünk el itt, hogy hogy ugye az elmúlt évtizedeknek a technológiai és annak nyomában a társadalmi változásai megindítottak egy csomó olyan folyamatot, amik olyan léptékű változások, amik nagyon ritkán vannak, vagy az emberiség történetben nyilván még ilyennek nem voltak, de, de most ez zajlik. Ez általánosan ugye a médiaválságához is vezet, de az tényleg csak egy része ennek az egésznek, tulajdonképpen a liberális demokráciák válságához is elvezetett. Ezt egyébként az Orbán elég jól ő, érezte meg, szerintem erre persze valójában neki sincsenek erre megoldásai, csak ezt próbálja használni ezt a helyzetet. Na most, ennek az, egyik, ennek az egyik, nagyon fontos eleme, ez, amit a, tényleg a, a Martin Gary könyve a címében fogalmaz meg nagyon tömören, a, a crisis of authority, vagy revolt of the public, tehát hogy a közönség lázadása és a, a, a tekintély krízise. Tehát, hogy megjöttek azok a technológiák, ami a régi típusú média struktúrát teljesen képes kiváltani. Ez az, amire a Tamás utalt, hogy Ákos hogyan épít magának saját tábor. Most a jó hír az, hogy ennek a közösségi médiás dolognak is kezd vége lenni, és, és helyette egy algorit, egy teljesen algoritmus vezérelt, valószínűleg inkább mesterséges leginkább mesterséges intelligencia vezérelt, folyamatos, valamilyen önfenntartó tartalom folyamokat próbálnak kreálni a TikTok mintájára, egyre inkább a, a, a többi platformok is. Majd meglátjuk, hogy például a Google Gemini mit fog termelni a mobiltelefonjainkra nagyon gyorsan. Már nem tudom, lehet, hogy a következő Android frissítésekben benne lesz. Szóval, szóval itt, itt tényleg van az a, 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 az a jelenség, hogy ilyen formában a média valamikor féleképpen, vagy ez a hagyományos média, amit mi, mi csinálunk, ez egy ilyen utóvét harcot folytat, részben ugye a liberális demokrácia bizonyos értékei mellett, és a saját maga fenntartás, mint intézmény fenntartása mellett, részben azért is, mert én például úgy gondolom, hogy ez egy elég jó működő társadalmi modell volt eddig, és még vannak benne esetleg tartalékok, amiket nem kell kidobni, de... De hát viszonylag nagy erők ügyködnek azon, hogy ezt azért, hogy, 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 ezt azért valahogy, valahogy dobjuk ki. Na mindegy, ez, ezt mondtam, hogy ez, ez, ez nagyon messzire vezet ez a, ez a rész, csak ez a láb, hogy hogy szükség van-e még a médiára, a politikusnak az, hogy eljusson a, a a közönséghez, hát nincsen. Hát az Orbánék sem média. tett, hogy, hogy, már az Orbánéknál is látszik, hogy építik le a hagyományos médiafelületeket, helyette meg a font csoport van, látszik, mert töredék pénzből, ami hát legalább több marad a költségvetésbe valamivel, mert hát eddig tényleg az Isten pénzét. Tehát, hogyha belegondolunk tényleg, hogy itt mennyi pénz megy el valójában arra, hogy saját magukat megetessék velünk, az, az Azért a, a megafon az, az nem töredék pénz. Az egész. Az is milliárdos. A hát tétel milliárdos, a de ahhoz képest érted, hogy a közmédia, meg ott van senki nem nézés, 200 milliárd az éves költségvetése, vagy mennyi. Nézik. Tehát, hogy jó, hát nézik, de hát az, igen. Tamás akkor. Csak még egy kiegészítés, egy ilyen hatházin kívül lehet mondani egy még közelebbi példát is, csak most eszembe jutott, hogy ez egy kutyapártos rendezvény. Hát maga a kutyapárt szerintem tök jól csinál online médiát a sajtót megkerülve. Most utalok itt például a társelnök úrnak azok nyomozói munkásságára. Tehát, hogy, hogy egyszerűen nem kell más sajtónak lenni ahhoz, hogy hogy, hogy közönséged legyen, érdekes dolgokat kell produkálni, és akkor vannak lesz közönsége. Vagy ugye arra is van példa, amikor valaki a politikai aktivizmusból vált médiaszerű működésbe, Lásd a Gulyás Marci. Jó, de azért a média nem felösleges, tehát hogyha a hülyeségeket posztolna a Gergő, akkor, akkor azért megírnánk, megírnátok, hogy hát ez nem úgy van, nem tudja értelmezni azt a uh, tulajdoni lapot, uh, mellé ment teljesen, hülyét csinált magából, tehát hogy hogy azért nem, hogy mondjam, szerintem van azért egy olyan olyan szerepe a, a mondjuk ilyen típusú ügyekben járatos, nál, nálatok többen is vannak, nálunk bódiskolléga embereknek, meg a sajtónak, hogy azért egy ilyen hitelesítő szerep, hogyha nem írják meg, hogy ez egy baromság, akkor, akkor azért elhiszi az ember, hogy ez, ez tényleg úgy van, és tényleg eladták a pokorniék a fél hegyvidéket. Igen, ez jogos. Meg hát főállásban csak jobb hírszerkesztők vannak, jobb nyomozók vannak, jobb interjúkészítők vannak, jobb riportkészítők vannak, mint, mint ha valaki pártépítés vagy egyéb nem tudom, orvosi vagy pedagógusi munkáim mellett próbál alkalmat gyártani. Ez egy szakma. Egyelőre, egyelőre még az aztán lehet, hogy a jelzett algoritmusok majd ezt elmossák. Azért a személyesség az baromi fontos, ez a 150 ezeres tüntetésre gondolunk, az influencerek nem újságírók, hanem influencerek összehoztak. Tehát az, az, is azért működik, ők is azért működnek, mert ott arcukat adják, létező figurák, személyek. Szerintem az emberek azok emberekhez tudnak kapcsolódni. Nyilván lehet olyan kamu embereket gyártani egy-két éven belül, hogy meg nem mondod, hogy nem ember. Tehát nyilván meg lehet csinálni. Szerintem itt se tűnne fel, valamelyik nem lenne az. Már melyik? Nem, tényleg, tehát hogy, hogy a, a, a YouTube influencereknél szerintem nem tűnne ma már föl, hogyha, hogyha mesterséges intelligenciával csinálnák valamelyiket. A megafonosoknál nem tűnne föl, de mondjuk az Oswald-zsolti Zsolt, Oswald az azért eléggé ott van. Olyat is lehet már szerintem hogyha nagyon megerőltetik. Nem, csak azt mondom, és itt nem, a, nem, nem az egyéniségek miatt mondom, hanem hogy pont a felület miatt, amin az emberek látják. Tehát, hogy, hogy ezt egyszerűen létre lehet ma már hozni. Tehát, hogy nem, bocsánat, ez nem egy ilyen hogy mondjam, burkott beszólás lett volna nekik, hanem, hanem egyszerűen szerintem, hogy, hogy pont ezeket a, ezeket a dolgokat technikailag elő lehet már állítani. De itt vagyunk Te... emberek előtt, látják, hogy van. Ezt, nem, húsunk, ezt még férünk, nem, Igen. És szerintem ennek ez föl fog értékelődni. Tehát amikor a, a nagy tömeg tényleg rámegy erre a, a, mesterséges intelligencia cuccra, akkor szerintem az, hogy emberi vagy valóságos intelligencia az, amit kínálsz, az szerintem kifejezetten értékesebb lesz, és értékesebb tartalomnak fog számítani, mint az ilyen szutyok generált szar. És lehet, hogy a mesterséges intelligencia nagyon intelligensen fogja kezelni a panaszokat az előfizetőktől, automatikus válszokkal. És azt mennyire fogják utálni az előfizetők, hogy, ez, hogy azt nem, nem, fogják szeretni, hogy látják, ha látjuk, hogy egy gép válaszolt nekik, na ne hülyeskedjünk. Persze a kérdés, ha nem látják, hogy gép válaszolt nekik, akkor... Attól függ, nagyon sokszor ülök, hogyha inkább gép válaszolna. <laughs> Tehát ismerve bizonyos... Igen, <laughs> igen bizonyos közönségszolgálatokat, ahol emberek dolgoznak, ugye, és akik ugyanannyira fáradt és, és frusztrált emberek, mint mi vagyunk. <laughs> Jó, hát, kicsit visszakanyarodva a független sajtó, mint ellenzék témára. Ács Dániel szerint, de majd a új Péter megcáfolja, hogy ez nem így van. A legutóbbi beszélgetésen a Dániel azt állította, hogy minden választásnál a 444.hu szerkesztősége megpróbál egy olyan közleményt vagy vezércikket lehozni, ami gyakorlatilag, ahogy a New York Times közli, az Egyesült Államokban úgy a 444 közli, hogy hogyan szavaz a szerkesztőség ezen a bizonyos választáson, és a Ács úr állítása szerint ez még egyszer sem sikerült, annyira megosztott a szerkesztőség politikai témákban. Ez nem csak a Péterre szól ez a kérdés, hanem úgy általában szerintetek Magyarországon erre szükség lenne, vagy nálatok, és ha igen, akkor miért? De Péteri az első választ. Igen, én csak a helyreigazításra szeretnék élni rögtön, mert nem mondott ilyet Adani. Tehát, hogy én csodálkoztam volna, mert rögtön elküldted egyszer, amikor először leveleztünk ebbe a kérdésbe, akkor már benne volt ez a részlet, és utána megnéztem a, a, a YouTube-on felvét, YouTube közzétett felvételt erről a beszélgetésről, és azért ezt hálásítanak nem így mondta Dani, mert ha így mondta volna, akkor azért az nem egyezne az én tudásommal, ami furcsa lenne. Tehát ő most nem tudom fölidézni pontosan szó szerint, de azt mondta, hogy talán, hogy volt rá egyszer kísérlet, hogy, hogy, hogy összehozzunk valami endorsementet. Bevallom őszintén, én nem emlékszem rá, hogy lett volna, de arra, arra igen, hogy volt arról a szerkesztőségben vita többször is, hogy az egész endorsement dolog ugye ez az angol száz sajtó, vagy inkább amerikai sajtóban szokás, nem tudom, hogy az angoloknál szokás -e. Tehát, hogy a szerkesztőség a választás előtt közli, hogy tudom én, a New York Times a demokrata jelöltet támogatja, egyébként volt volt rá többször példa, hogy a republikánus jelöltet támogatta. Mindegy, ma már elképzelhetetlen lenne, ez is egy érdekes fejlemény egyébként, meg érdekes a háttere. De, szóval, hogy volt, Ilyen viták néha a szerkesztőségbe, de az, hogy mi ezt többször megpróbáltuk volna összehozni, ilyenről nem volt szó, addig el se került soha a vita odáig, hogy mi ezt megpróbáltuk volna. Arról volt egyszer-kétszer vita, hogy ennek van-e értelme. A magyar sajtóban nincsenek hagyománya. Ezt a valós tényt hamis színben állítottuk föl. Igen, igen, igen. Tehát van valóság magja az állításodnak, de nem lehetetlen. Talán Tamás is emlékszik, hogy esetleg indexbe is volt már ilyen. Én az indexben nem emlékszem ilyesmire, én konkrétan az rémlik nekem, hogy a 90-es években Narancs. magyar narancsban lett volna, de ezt majd a következő körben a bolytár helyre fogja igazítani. <gül> <gül> és a, az indexben tuti, hogy nem volt, és egyébként az, az átlátszóban meg, meg, meg se próbáltuk, mert hogy ott. De a narancsban fér... konkrétan megjelent a a endorsement. Innek, tehát, én én hogy is, volt, én volt a... publicisztika. Hát annyira, én hogy én egy kollégámat köszönhetem annak a narancsbéli endorsementnek. Hát konkrétan Zsupán András azért jött el a Magyar Narancsról, és jött hát az akkor még heti válaszhoz, mert azt mondta, hogy neki ez egy kicsit too much, hogy így meg van mondva endorsementbe a lapnál, ahol dolgozik, a Gyurcsány Ferencre kell szavazni, hogy talán ezzel nem teljesen ért egyet, és inkább lapot váltott. De most ez, úgy lehet, hogy ez nem ez van De egyébként mondani. ez a lényeg, hogy azért ez szerintem azért nem jó Magyarországon, tehát én meg se próbálnám, mert hogy ezzel le is a szerkesztőségbe, akkor csak egyféle gondolkodású emberek fognak ott maradni. Mi pedig legalábbis az átlátszóba törekszünk arra, hogy, hogy többféle nézőpont legyen, tehát van, mit tudom én, a Fidesztől jobbra is vélemény. Tehát nyilván a belső sokféleséget nem tud úgy föntartani, hogyha arra kényszerített, hogy álljon be választás előtt valaki mögé. És ez ment egyébként nem csak a 90-es években, hanem erősen a 2000-es években is. Sőt, ugye nem csak a választásokon, én interjúztam valamikor Jancsó Miklóst, és szóba került a narancs, és azt mondta, hogy minden csütörtökön a kezébe veszi a lapot, ezzel kezdi, és azért, hogy tudjam, mit kell gondolni. Ezt nem valaki az utcára, ami Ancsó Miklós mondta. És ugye az egy más világ volt még akkor, én is mindig azzal kezdtem a narancsot, hogy a szerk mit írt. De ez most egy sokkal bonyolultabb, meg nyomorultabb is a mostani, nem tudom, ellenzéki vagy nem fideszes világ azért itt látunk tizen pártot, akik ö, próbálnak, ö, próbálják megszerezni a mi voksunkat, és azért ezek közül választani, vagy nem választani, vagy abban egyet, egyet érteni, hogy a, a, egyik borzalmasabb, mint másik listám, ki melyik helyen szerepel, az, az egy szerkesztőség nem hiszem, hogy képes, még két ember sem nagyon tudja ezt a, ezt a sorrendet fölállítani. Tehát más világ volt, amikor olyan Miklós azt mondta, hogy ö, megnézem, mit kell gondolni. Megért más ez a videó. Nekünk a válasz online-nál könnyű dolgunk van, mert egyrészt azt ígértük, hogy csak nagyon fontos esetekben közlünk véleménycikket. Tehát, hogy most például a, itt a Novák Kati ügyben azért nyilván muszáj volt, mert vannak olyan helyzetek, amikor, hogyha az ember nem ír egy véleménycikket, az olyan, mintha direkt kussolna valamit el akarna hallgatni, sunyogna, lenne véleménye, csak nem írhatná meg. Szóval vannak olyan helyzetek, amikor mindenkinek van, és tényleg fontos az ügy, akkor, akkor meg kell szólalni. Nyilván lehetne azt mondani, hogy egy Van véleményem, csak hülyeség. Csak hülyeség. De hogy, de, de, de hogy, amúgy meg az ilyen választási, vagy hogy pártokra, hogy, hogy rábuzdítani az embereket, ezt egyszerűen csak, hogy mondjam, valahogy rettentően nem elegáns. Tehát, hogy miért szorulna rá bármilyen olvasó arra, hogy szerintünk egyébként kire kell szólni. Milyen, milyen alapon adnánk neki tanácsot? Kérte? Ha külön kéri, esetleg egy e-mailben, akkor esetleg elmondom neki, hogy szerintem hogy áll a dolog, de, de hogy ezt így nagy nyilvánosan felszólítani, milyen alapon ki vagyok én ahhoz? Meg az, hogy elmondja, hát, hogy mi, hogy szavaz az szerkesztő. Ha közel miközben... hozzá az olvasónak, hogy hogy szavaz a szerkesztő. Tehát formáilag nem úgy néz ki, hogy megmondja az olvasónak, hogy hogy szavaz, hanem elmondja, hogy. Tehát, hogy De, nem a narancsban annak idején, tényleg 2006-ban, hogy szavaz a Gyurcsány Ferencre konkrétan, így így nézett ki. Tehát, hogy az, amit már itt többször említettünk, emlékeim szerint az tényleg egy ilyen nagyon angolszász típusú, vagy amerikai típusú endorsement volt, hogy rájuk kell szavazni, mert ők a jók. Öm, szerintem ez tényleg nagyon idegen a magyar sajtóhagyománytól, tök jó, hogy idegen tőle. Én nagyon kényelmetlenül érezném magam, hogyha ilyen cikkeket írnánk, meg, meg akkor is, hogyha Öm, hogyha arról azt akár megírnánk, hogy mi hogyan szavazunk, egyrészt nem biztos, hogy ugyanoda szavazunk a szerkesztőségnek a tagjai, akkor meg külön-külön mindenki megindokolja, hogy hogy néz az ki, micsoda, hát nem jó. Én ér érzek benne még egy ilyen szereptévesztést, vagy a, a, a mi részünkről legalábbis, amikor a New York Times azt mondja, vagy hát mondta inkább régen, meg a Washington Post, hát azok az amerikai demokráciák az egész közértnek olyan intézményei voltak, aminek tényleg olyan típusú súlya volt, amelyik hát mondhatta, hogy én kire szavazok meg. Annak, annak volt. Most Magyarországon azért nem alakult még, hát hogy mondjam, egyrészt van egy száz év hátrányunk ebbe a, a, hogy mondjam, a liberális demokrácia ilyen intézményeinek a kialakításába, és most már ugye úgy tűnik, hogy nem is fogjuk ezt behozni. Vagy hát legalábbis a belátható jövőben erre nem sok esély van. Tehát Érted? Tehát, hogy, hogy, hogy egy, ilyen, ilyen szerep problémát is éreztem, de bocsánat, csak ezt akartam bezárolni. Más, hogyha egy Bojtár vagy Vágvölgy meg azt, hogy ő kire szavaz és mire buzdítja az embert. A Rancsnak az olvasóközönség az, az a 10-15 ezer példány, ami abból annak idén elment, az egy nagyon elkötelezett és ráadásul euh, tanult réteg volt. Engem, engem az annak idén nem zavart, hogy ezt egy kevésbé fajsúlyos labból, vagy nekem kevésbé fontos labból hallottam volna, akkor, akkor lehet, hogy nekem is szorul a gyomrom miatt, de, de a narancsnál ez szerintem önazonos volt. Ön azonos az volt, és hát nyilván mindenki az olvasóinak játszik. Tehát, hogyha az ol... a mondja meg, hogy kire szavazzak, akkor, akkor inkább, inkább most. nyilván ő is megmondja, tehát hogy a nem sajtó. persze, de más, nem, nem, majd majd, majd más mér, polcon mér, van ez a két figura. Miért kell vezélyni, a tábornok úrra szavazni, az mindig megvan, persze. Sőt, még ugye TV2 híradóban is bemondóknál, tehát hogy az aztán tényleg a, a leg, leggyönyörűbb volt. De hát nagyobb hatása van Marsi amikor bemondja, hogy kinek kell szavazni, mint ami volt annak idén a narancsnak. Ez meg a közös tragédiánk. Tehát akkor inkább a kormánypárti uh, médiatermékekre jellemző ez a New York, New Times-szerű színvonal endorsement. Igen, egy kicsit más azért a struktúra mögötte, tehát, hogy ők, nekik muszáj. Jó, hát akkor a csizmaasztalon témára térünk. Ez a Novák Katalin kegyelmi botránya, amire elég feltűnően inkább a eleve a első cikk a Kaufmann Balestól jelent, meg a 444-en ebből a ebben a témában, és később is inkább a média tartotta fenn a figyelmet, és nem a politikai pártok, amennyire én követtem ezt a eseményláncolatot. Nem lehet -e, hogy emiatt bosszút forral az Orbán kormány, úgymond, hogy egy rózsaszín párduc számot idézzek. Akár olyan formában, hogy a szuverenitás védelmi törvény, ami ugye néhány hónapja volt még igazán forró téma, de hogy abban ugye olyan dolgok vannak, amik így lebegnek így a levegőben, és korábban is az volt a mondás sokak részéről, hogy bármikor lehet élesíteni a média ellen tulajdonképpen. Tehát nem történhetett meg ez, hogy, hogy olyan sebet okozott a független sajtó a kormánynak ami miatt most majd lesújt rátok. Nem hiszem, hogy érzelmekről volna itt szó, ez tisztán Tehát ami a közönségben kiváltódik a, a kormány reakció nyomán, az, az, persze érzelem. Ki van az egész. De hát ott a hatalomgyárban élve a török Gábor kifejezéssel ott, ott kiszámolják azt, hogy kit érdemes lelőni, és kitérdemes érdemes életbe hagyni, kit érdemes, behagyni, kit érdemes picikét meglegyinteni, mert van egy ilyen költséghaszon elemzés is annak a végé jut arra, arra, a megoldásra a talomgyár, hogy most akkor két forkokat kinyírjuk, hogy életben hagyjuk, hogy éppen felemeljük őket. De, de, de teljesen igaza van a Jóskának, csak mert tényleg nagyon nagy a matekozás, és az a legfontosabb, de mégis látunk azért arra példákat, amikor hát vagy érzelmi, vagy Hát legalábbis nem azonosítható okból van. Hát például a népszabadság kinyírását, azt az például nehezen ő tudja mindenkit. A népszabadság igazából nem zavaratta őket. Az a közönséghez, ami a Fidesznek fontos volt, a népszabadság nem tudott szólni. Az Kövér Lászlónak volt kifejezetten az érzelmi Ugye, hogy van, Na, van, igen, egy, igen, van igen, egy, egy baloldali, érzelmi. régi hagyományos lap, a népszava, Aznak, annak meg kell maradnia, mert Magyarországon annak hagyománya van. Ez a kommunista népszabadság, ez viszont, ez viszont akarodjon. El. Ez egy érzelmi dolog volt, a legjobb tudomásom szerint. Én akkoriban ezt tapasztaltam, amikor foglalkoztam az ügyel. Lehet, hogy még más is volt mellette, de hogy érzelem volt benne, legmagasabb szintről azt megtapasztaltam magam. Ja, szóval nem lehet, nem lehet kizárni, hogy, hogy a rendszerben valamilyen van, de, de valóban elsősorban ugye a, a matek, a választási matek irányít. Bocs, minden. Péter, buktak rajta, szerinted? A népszabadságon buktak? Ja, nem. Tehát akkor ez nem. volt érzelem is alapvetően, nem volt De, ö, de azt mondom, mondom, hogy azon se, buktak, se buktak, életben maradt. Tehát, hogy, hogy nem, tudom, nem, nem nem, nem, látszott ennek a... Meg Hát, az mindig benne van. Tehát, hogy, hogy, hogy itt, itt Hány éve? Tizen egy éve vagyunk ebben a, az új formában, hát ugye az egész négy az már onnan kezdődött, hogy, hogy menekülni kellett az indexből. Tehát ez eleve ez a projekt, ez már úgy jött létre, mert, mert hát gyakorlatilag ugye megfolytották azt, amit addig csináltunk, amit én egyébként annak idején alapítottam is többekkel együtt, amivel évtizedeken át dolgoztunk tehát hogy ez már eleve egy ilyen egy ilyen menekülő projekt azóta lement nem tudom már lejárató kampány ellenünk folyamatos most is van éppen tehát most lehet hogy majd jön még egy vagy majd nem tudom én mit, egy, egy, egy dróntámadást intéznek nem tudom bármi lehet. Hát, e, É, ami idéve, most van, az már összefüggésben. Le, ami most van, lejáratú kampány, az már összefüggésben lehet ezzel, a, vagy az intenzitás a novák. Nem tudom, még ez nem olyan extra intenzív. Tehát, hogy, hogy ezek jönnek időről időre. Nem, 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 nem is mindig kiváltók, a majd folyamatos egyrészt föntartják a hőfokot, a saját közönségüket nyilván hergelik. És, és időnként kibuknak dolgok. Mert hát van olyan is, amikor ugyanúgy, ahogy, tehát hogy, hogy mondjam, a, a, az ő rendszereik se úgy működnek, hogy minden pontosan el van tervezve, nagyon sok minden el van tervezve, ott is van az, hogy... Kapóra jön valami, vagy valami kibedob valamit, valamilyen ötlet előjön, vagy valamilyen olyan esemény van, amire rákapaszkodnak, valaki mond valamit, például majd ebben a, ugye ez van egy chilling effekt, ugye, hogy ennek én folyamatosan úgy beszélek, hogy azt nagyon jó, tudom, hogy egyébként majd megfogják talán ezt a két mondatot esetleg, hogyha mondok, akkor a hülyeséget, már ismerem magam, úgy is mondok valami hülyeséget, amit aztán lehet végtelenítve játszani, és akkor és akkor majd rá tudnak akaszolni. Tehát, hogy ilyen lehetőségeket keresnek folyamatosan, és majd lesz persze valami. Szerintem az tök rutin, hogyha valaki dob egy nagyot a sajtóba, és csinál egy nagy botrányt, azt utána büntetik. Ezt mi többször tapasztaltuk, mikor ugye volt az elhíresült jacht, meg a magánrepülő, akkor utána ment ellenünk két hétig olyan, hogy így a, a, a riposztól a TV2 híradóig mindenütt, hogy hogy Brüsszelben konspirálunk Magyarország ellen, meg, meg mindenütt címlapra tették a SelfieMet szargentini képviselővel. De Tamás, hát de... te voltál -e az első soros média Magyarországon. Tehát téged de hogy... sorosoztak először. Before Igen. it was cool. Ez így van. Ö, ugye? Tehát tehát már akkor ez... most itt nem utalok arra, hogy már Mi már a Norvég alap témában előmentünk, mentünk, mikor a büntit kiosztották. De hogy szerintem ez egy, egy abszurd rutin, hogy hitelteleníteni azt, aki a nagy botrányt csinálta. Tehát most ez szerencsére nem mi leszünk, hanem a 444. <laughs> tehát most ők számíthatnak valami hasonlóra, de hogy az, eh, az hintál, ez, ez, ez szinte törvényszerű. De hát ezt most azért valójában nem mit csináltuk. Tehát hogy persze van ebben nagy érdeme a balázsnak, meg a többieknek, akik ezt tényleg nagyon tisztességesen, rendes, újságíró, normálisan működő sajtó módjára végigtolták de azért itt nagyon sok mindennek össze kellett jönni, hogy ez ekkorát robbanjon, és én egyőre nem érzem azt, hogy, hogy, hogy a vissza, hogy a visszalövés az direkt ellenünk jönne. Ma például én úgy láttam, tényleg csak bele tudtam futni a mai parlamenti tudósításokba, hogy az Orbán most éppen az ellenzéket nevezte meg a botrány fő felelőseként, hogy itt az ellenzék volt az, amelyik. Egyébként abban nincs egészen igazad, hogy az ellenzéki pártok erre, ez kevésbé, vagy erre kevésbé kapaszkodtak rá. Például a Momentum az, az, az egy vonalát ennek viszonylag, viszonylag lelkiismeretesen tolta, ami meglepő volt, mert, mert hát hogy mondjam, ők sem tűntek fel az utóbbi néhány évben a nagyon fegyelmezett és eredményes parlamenti vagy egyéb politikai munkaterén, de, de hát ebbe, ami ilyen formában az ellenzéknek egyébként tényleg egy viszonylag magas labda volt, ezt azért ott talán ők igyekeztek, amennyire... Tudják lecsapni. Csak hát nem Én, tudják. Hát nyilván ma már ennek az ellenzéknek, mint hogy a, az egész rendszer úgy van kitalálva, tehát persze ők is pénák, meg sok bajuk van, de hát azért rendszer úgy van kitalálva, hogy, hogy nem nagyon tudnak lecsapni. Tehát, hogy itt 130 cm-es emberek ugrálnak a 6 méter 20-ra tett palánk alatt. Tehát ez, ez, ez mind tök igaz, csak szerintem azért hogy mondjam, azt az, majd az ellenzékre egyet csak hagyd köszönjem hogy te mondtad, hogy azért ezt nem ti csináltátok, mert nagyon, tényleg nagyon szépen, főleg a 444, meg aztán a Telex is ráugrott magára a témára, mi is amennyire tudtunk, mindenki ráugrott, és a valamilyen szegmensét kitúrta. Hát az egész, még az, az egész sajtóként működő igen, sajtó igen, tulajdonképpen ráugrott sajtó, erre, de és de úgy de működött mint, hogyha lenne sajtó. Igen, de ettől függetlenül maga az alapcuc, az tényleg egy vidéki ügyvédnek köszönhető, aki bedobta a hat szerkesztőség postaládájába, és a 444 egyes ügyeletes volt a leggyorsabb, Kaufman kolléga, aki, aki átolvasta, megnézte, hogy hm, tényleg nem hülyeség, és, és kirakta. És, és ez tök jó, de hogy alapvetően ahhoz nem kellett hozzátennie semmit, kutakodnia, bármilyen melót végezni, hiszen egy ügyeletből meg lehetett csinálni ezt a melót. Tehát az egy kész történet volt, nem volt bonyolult történet, hál' Istennek. Hát azért eb eb ebben émi fekcsek azért kell, tehát hogy, így, kell, hogy ilyenben ott van a gyanú, hogy nem ismer, nem tudod, hogy ki az, nem viszteketett azért próbálkoztak már ilyennel, hogy, csomószorban... hogy, 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 falnak, hogy, hogy falnak vigyenek ilyen Igen, kénőben. de azért a fact -check, hát egy azért... gyors azért... az más, mint amikor magadnak ja, ja, ja. kell kitúrni a történetet. nem, nem volt egy évekig tartó. Igen, itt volt hát, egy kész igen. történet, gyakorlatilag egy egyszerű történet, kegyelmet adott egy pedofil mentegetőnek a köztársasági elnök, pont. Tehát ennyi a történet. Tehát jól értelmezhető, mindenkinek átmegy, és átment szerencsére a Fidesz szavazóknak is nagyon erőteljesen. Ha nekik nem ment volna át, akkor, uh, akkor, akkor nem lett volna ez a lemondás. És ez szerintem a meglepő ebben, ha már itt a sajtóról beszélgettünk, hogy van egy-két ügy, és ez megint jó hír, az örök pessimistaként, de mégiscsak most optimista vagyok. Tehát van azért egy-két olyan ügy, amiben tényleg lehet nemzeti egység kicsit szomorúak is lehetnék, hogy ez mondjuk csak annyi, hogy a pedofilokat azért inkább ne. Tehát, hogy de legalább ez megvan. Tehát, hogy ebben legalább egyetért, jobboldali, baloldali, fideszes, nem fideszes. Ha nem értene egyet, hogy a fideszesek úgy gondolnak, hogy mindegy, a mi elnökünk bármit ír alá, ha pedofil mentegető kegyelmét, az is jó, mert ő írta alá, akkor nem mondott volna a Novák Katalin. És hál' Istennek látszik, hogy nem, nem mondták ezt. Tehát, hogy bizonyos, ha nagyon erőteljesen szembe megy az alapvető erkölcsel az, ami történik, arra azért, arra azért azt mondják a Fidesz szavazók is, hogy köszi szépen, ez így nem oké. Okay. Aztán persze lehet keretezgetni, meg mindent, de hát nem tudták keretezni, le kellett szedni. Orbán Viktor keretezte, hogy én oldom meg a problémát, de csak, de csak így lehetett, azt nem lehetett átvinni, hogy ez így rendben volt. És szerintem ez egyébként tök jó hír, és itt látszik, hogy ha nem lenne ö, független sajtó, pártfüggetlen és oligarha független sajtó, akkor ez nem tudott volna megtörténni a, várhattunk volna arra, hogy a híradó, meg az origó, meg nem tudom micsoda, hogyha elküldi nekik bárki ezt a történetet, akkor lehozza. Soha a büdös életben senki nem tudott volna erről. Tehát tényleg, ez most szerintem nagyon megmutatta, hogy, hogy nem fölösleges dolgozni. Tök jó. Ez is jó. Minden jó. <laughs> é, és ha mi az a pont, amikor mégiscsak ellenzéként tekintenétek magatokra, tehát mi a hatalom részéről. Értem, hogy ki van számolva meg matematika, de valószínűleg van egy olyan pont, amikor úgy gondolnátok, hogy ti már igazából ellenzékként viselkedtek, vagy úgy kellene, mert hogy olyan mi? akkor működik egy ez a rendszer. Akkor csinálnánk egy pártot szerintem. Az úgy tisztességes, ha azt gondolod, hogy te vagy az ellenzéke, akár alapítasz egy pártot, azt meg, megpróbálsz vitézkedni. Amíg újságíró vagy, addig nem ellenzék vagy, hanem újságíró. De ezt nyugodtan vitatkozom. Hát, ugye vagy aktivista, vagy újságíró. Ez a különbség az itt ülők és a, a Fidesz dolgozók között. Nyilván lehet véleményed, meg akár mondjuk egy narancsszintű asszertnek lehet véleménye a választás előtt is, hogy Kire kell szavazni, de azért ezek lehetőleg ne jelenjenek meg a, a dolgozatokban. Legfeljebb a publicisztikában, de ott is, hogy is mondjam, legalább picit kör, körbe de mondjuk egy riporban, egy interjúban nem gondolom, hogy helye volna bármiféle ilyen aktivizmusnak. Szem, az, az nagyon csalóka, hogy az ellenzéki pártok, tehát most például a kutyapárt most imádja ezt a fajta sajtót. Én ezt átéltem már a fidesz is 2010 előtt, hogy nagyon meg voltunk becsülve, és tenyerén hordozott egészen addig, amíg, amíg hatalomra nem jutott. Én nem De mondtam, hogy ezzel? imádunk titeket. Tehát a... Lényeg a lényeg, vagy attól még, hogy most éppen úgy tűnik, hogy van valamiféle közös, nem tudom, cél, ez ugye a politikában, ez addig tart, amíg hatalomra nem kerül onnantól kezdve, meg én leszek a, a legrosszabb ellensége, mert számon kérem a dolgait ugyanúgy, ahogy az elődjén vagy az utódján. Ingyen sör. Én most kaptam ingyen fröccsöt, szóval valamit már betartottak. Már meg vagy véve, ez, ez már egyértelmű bizonyíték. Ez egy ilyen szómágia, hogy most mivel? Tehát tulajdonképpen én be tudnám azt bizonyítani, hogy tulajdonképpen a sajtó, vagy sajtónak ez a része, ami még sajtónak nevezhető, ez, ez bizonyos szem pontból ellenzéke a rendszernek, olyan szempontból ellenzéke, hogy a normálisan működő sajtó az úgynevezett nyugati típusú, avagy liberális demokrácia, vagy csak ezt a liberális is ugye már az Orbán Viktor úgy azért is égette bele ebbe a szókapcsolatba, hogy lehetőleg SZDSZ-nek tűnjön, de hogy ezt egyszerűen ugye a, 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 a demokráciának ezt azt a típusát értjük ezen, ami ugye bizonyos, a, 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 a végrehajtói hatalom mellett az különböző hatalmi ágok megosztásán alapul, stb. 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 Megvan ennek az intézményrendszer, tehát a nyugati típusú demokráciában ö, ö, tudja értelmezni magát ez a fajta sajtó, amit csinálunk, ott van szerepe, ott tud működni. Na most, hogyha van egy hatalom, aminek az a célja, hogy -e lebontsa ezt a ezt a berendezkedő politikai rendszert, és helyére valami más tegyen. Ez is nagyon furcsa, mert, mert néha, néha, mindent elkövet, hogy, hogy még liberális demokráciának átszázza a rendszerét, néha meg manifest tagadja. Tehát azért maga Orbán Viktor többször jelentette ki, hogy ez már kérem szépen nem liberális demokrácia hanem valami egész más. Máskor viszont, amikor ezt szóvá teszik esetleg a Brüsszelből, vagy, vagy valahonnan, akkor hevesen tagadja, hogy hát itt, itt, itt szó sincs arra, hogy itt az intézmény egyszerűen a állami számvevőszék is, ugye most ítélte el az ellenzéki pártokat, hiszen milyen fegyelmezetlenül gazdálkodnak ellentétben a fidesz ugye. És szóval Szóval ilyen értelemben például lehetne azt mondani, hogy hogy hát ilyen, ilyen értelemben szemben állsz a rendszerrel, ilyen értelemben tulajdonképpen valamilyen ellenzéke vagy. Ettől még nem alapítottál pártot, és nem a, és hogy mondjam, a politikai, tehát abban a hatalompolitikai küzdelemben, amit itt folytat az Orbán, és abban nem abban nem veszel részt, vagy nem, vagy, vagy, nem is tudnál részt venni. Mert, mert egyébként ugye volt a társadalom fejlődésnek olyan állapota is, például a, ugye a háború, az első világháború előtti rendszer, meg, a, a még a két háború közötti is, ami körülbelül ugye azt imitálta, amikor a összes újság főszerkesztő, az valahogy bennült a parlamentben, ugye, körülbelül, tehát az volt, hogy a polgári radikálisoktól, a, mit tudom én, a, 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 a szociáldemokratáknak, vagy a népszav főszerkesztője, és ott képviselt, gyakorlatilag így, 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 így lefették, vagy egy kicsit a, ez az Orbáni ő, világ is erre, erre sokban hasonlít, például abban is, hogy ott is volt egy kirobbantatatlan, leváltatatlan kormánypárt. Ugye, tehát, hogy egy kicsit lehet úgy is tekinteni, hogy egy ilyen történelmi visszatérési kísérlet. De közben mégsem lehet, szerintem azt abszolút vissza kell utasítani ezt a ellenzék vagy. Ha ellenzék vagy, az egy politikai kategória. Tehát az, hogy ha politikai meg önmagadat, politikai célod van, akkor te nem sajtót csinálsz, akkor tagadod ugyanúgy, mint egyébként a kormánypárt, a mai magyar kormánypárt, tagadod, hogy léteznek a rendszerek a társadalomban, amelyeknek megvan a saját szabályrendszere, vannak szakmák, azoknak megvan a saját szabályrendszere, tehát akkor azt mondod, amit a Fidesz mond, és egyébként Békés Mártonnak ki is mondja, hogy minden politika. Az hazugság, hogy valami nem politika. Természetesen abban a politika, hogy közügyei a többi bizonyos értelemben politika, de ha azt mondod, hogy te ellenzék vagy, akkor azzal ahhoz, hogy tényleg azt mondod, hogy azt csinálod, ugyanazt csinálod, amit mondjuk a megafonosok csinálnak, csak a másik oldalról. Hiszen politikai célod van, le akarod váltani a kormányt, ez egy politikai cél, és ezért ez egy aktivista dolog, nem újságíró dolog. És ráadásul lehetetlenné is teszi azt, hogy szerintem, hogy hosszú távon érdekes dolgokat írjál, vagy találjál. Vannak Magyarországon olyan történetek, amelyek bár a kormánypárthoz kötődnek, de például jók. Néha sikerül valami. Apróba rendszerekben, akár egy intézmény, amit mondjuk az ember nagyon, nagyon kritizált, mi is nagyon kritizáltuk, hogy miért éppen városligetbe kell fölépíteni a magyar zeneházát, tényleg nem tartottuk jó ötletnek, de maga például a zeneház, meg annak a kiállítása, az meg világszínvonul lett. Most akkor, ha, ha te ellenzéki vagy, és jól akarod csinálni ellenzékiként a dolgodat, tehát politikai célod van, akkor nem írod meg, hogy jó lett az a kiállítás, hiszen a Fidesz alatt lett jó, és nem lehet jó semmi a Fidesz alatt. És akkor olyan leszel, mint a pártlap, a nyugati fény például.

van azoknak is helye, hogyha tudjuk róluk, hogy pártlapok, teljesen oké. Okay. Nem is várod el a gyurcsányéknak a termékétől. Úgyhogy hogy a közben a népszabadságnak a fejlécében volt elég sokáig, hogy szocialista napilap, ha jól I... emlékszem. Mondjuk. Igen, mert ott, ugye tulajdonos is volt a szocialista párt, amit talán 16 ban vagy valami efféle volt nagyon sokáig. Már... De nem az MSZP lapja, vagy nem az MSZP szócsőbe. Igen, de mondjuk a... az, alap, az alapállás más, a megafonisták próbálják rólunk bebizonyítani, hogy pont olyanok vagyunk, mint ők, csak a másik oldal de, de, hát elég csak, nem... csak elolvasni hogy mondjuk a Népszabadság az hogy nézett ki a Tocsik ügy idején, miket ért, mondjuk. Ja tehát amikor mi a fidesz bármely intézkedését kritizáljuk akkor nem azért kritizáljuk mert megbíztak minket az MSZP-ből, a Momentumból, a Párbeszédből, az LNP-ből, nem tudom hogy honnan hogy akkor ti azért kritizáljátok a Fidesz mert akkor majd mi jövünk hatalomra, hanem azért kritizáljuk mert ezt gondoljuk és amikor majd a két farkú kutyapárt egy, nem tudom, egy másik dimenzióban hatalomra jut, akkor meg nyilván, nyilván Bodokival, meg a Stúl faluja. Mi már írtunk lejárató cikket a étizálni. kutyapártról, abszolút írtunk ilyet. A Bürger Zolinak az egyik aktivist, Dunageszi aktivistájáról. Passzivista, jó? Passzivista, bocsánat. És most csönd van, figyelj nem bír reagálni, Igen, nem a tudom, hogy melyik passzivista, aktivistáról lett szó nektek, nem muszáj használni természetesen ezt a szót. De egyébként én ilyesmire gondoltam, hogy amikor újságírók kezdenek kiesni az ablakon, mondjuk, hogy ilyen nagyon rémképszerűen uh, vázoljak fel lehetőségeket. Hogy, ett, hogy ettől Ak tartunk akkor, el. akkor pártot alapítotok, mondjuk? Esés közben? Hát, uh, nem, <coughs> A hét a nem gondolta, a hogy... hétmesterlővészben, eddig még jó. Hát a a nagykönyv szerint ilyenkor ugye két lehetőség van, az, hogy abba hagyod és elmész, nem tudom, kamionsofőrnek, mert azt mondod, hogy ez már túl veszélyes, vagy túl stresszes, és ezt én már nem. A kettő meg az, hogy elmész és külföldről csinálsz, hogy ennek nagy hagyománya van az emigrációból, készülő sajtónak, tehát ugye a Szabad Európa is, a magyar adás az nagyon sokáig külföldről működött, most jellemzően a poszszovjet országoknak vannak ilyen nyugatról szerkesztett lapjai. Én azért azt nagyon remélem, hogy Magyarországon nem jut el odáig a, a helyzet, hogy mondjuk megjelenik a, a Szabad Berlini 444 vagy valami ilyesmi. Hát mondjuk ennek egyébként hogy mondjam, ennek a folyamatnak azért most már vannak látható. Nem az ablakon kiesésnek, mert attól szerencsére egy pár száz kilométerre nyugatabbra vagyunk az ablakon kihullós geopolitikai lokációtól. Nem sokkal, de, de pont annyival, hogy szerencsére itt nem szoktak. De az, hogy egyébként elkezdődött itt is, hogy újságírók azért elszivárogtak nyugatra, vagy legalább egyik lábukat kitették. Ez, 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 ez elég gyakori. Meg hát egyébként ebben a nemzetközi relációval is számolni kell. Tehát azért láttunk például olyat, hogy nyugati országban, Finnországban újságírókra úgy rászállt mondjuk a itt ez Isten FSB néven ismert KGB, hogy, hogy ugye hát emigrálni nem kellett, a, most nem fogom tudni az újságíró nevét fejből, kellene tudni, de. Nem. De hát hónapokra el kellett tűnnie, és, és tehát tényleg nagyon veszélyesnek tűnt a helyzet. ez az, amikor trollokat küldtek rá, nem? A igen, igen a könyv is igen, arról én tudom. Igen, 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 igen. igen. Hát ő konkrétan a, azt hiszem, hogy a Troll farmal foglalkozott meg ezzel a, a dezinformációs műveletekkel, és akkor stílszerűen ezeket rá is küldték. Szóval, hogy, hogy azért vannak persze ilyen, ilyen veszélyek, vagy ez a fajta veszély, ahogy a nemzetközi helyzet fokozódik, úgy, úgy nő is érezhetően néha, tehát gondolom minden szerkesztőségbe esnek be időnként ilyen furcsa információk, furcsa emberek, furcsa jelzések, amik nyugtalanítók találnak furcsa programokat időnként, kémprogramokat telefonokon, nálunk is volt. Én az enyémet meg se nézettem. Akkor tesz rá valaki valamit, meg hát te emlegetted a szuverenitás védelmi hivatalt, hogy kérem szépen van egyébként Magyarországon egy törvény, ami most már kimondja, hogy gyakorlatilag a szolgálatok tetszés szerint mindenféle kontroll nélkül igénybe vehetők a közélet bizonyos szereplőinek megfigyelésére. Akire, akit bárki megállapítatja bármit. Tehát ilyen tényleg 90 óta, ez a gyakorlatilag, amit a Dunagét botrány volt, ez ilyen Ilyen nem volt, nem, nem is volt kérdés, hogy ilyesmivel, ilyesmivel kelljen foglalkozni. Szóval, ja. Sok minden van benne a levegőben, speciál a ablakon kiesés az nincs. Azt nem értem egyébként, hogy miért veszik ennyire komolyan. Tehát most kicsit magunk ellen beszélek, de szerintem messze nem, nem annyira fontos politikai szempontból a, a média, meg a szabad sajtó. Ilyen választásnyerési szempontból, mint azt a Fidesz gondolta. Tehát, hogy konkrétan 2010-ben még a régi választási törvény alapján szereztek egy-kétharmadot. két harmadot. Volt index új Péterrel, az volt a legolvasottabb ország kezdőlapja, volt népszabadság, volt mindenféle ilyen, ilyen szörnyű, balos meg lipsi, Lapocska mégis kétharmadot szereztek, mert hogy ezek sajtóként működtek, és egy-egy publicisztikában a Tóta mondjuk lehozta a, keresztvizet ugye bárkiről, aki majd valami Fideszesről, vagy főleg kdmp oké, okay, oké, okay, de ettől még kétharmadot kaptak. Tehát, hogy, nem értettem sosem, hogy miért gondolják annyira fontosnak, hogy be kell szántani feltétlenül mindent, és minden nekik kell egy irányítaniuk, az, hogy Orbán Viktornak kell mindent irányítania, hiszen enélkül is tudtak választási sikert elérni. Aztán szerintem a magyarázat egyébként tényleg az, vagy az a 90-es évek, amikor tényleg a kukába tudta még dobni a sokkal központosítottabb internet előtti sajtóvilág a fidesz és 40% körülről 7%-ra le tudta nyomni egy év alatt, vagy három év alatt, baromi rovid idő alatt. Legalábbis a Fidesz vezérkarban tényleg ez volt a, ami, ami elterjedt, hogy ezért vesztették el a 94-eset, mert, mert a sajtó betopta őket a kukába, mert nem szerette őket, és egy összehangolt sajtótámadás. Előtte Ha meg ér. szerette őket, akkor meg fölment. Akkor meg fölment. Igen, igen ez, lehetet. az, ez az, és Orbán Viktornak ez az alapélménye, hogyha a sajtó szeret, akkor fölmész, hogyha nem, akkor kukába dob, tehát a sajtót át kell venni, nekem kell irányítanom. De szerintem ez már 2010-re már nem volt igaz. Tök más volt a sajtószerkezet, teljesen másképp. Tehát, hogyha békén hagyták volna a, a a sajtót működni, lenne népszabadság, meg a Spéder nem ment volna, meg a Simicska be az index, meg stb. Szerintem ez nem akadályozta volna meg a második kétharmadot. Szerintem ebbe tévednek. Tehát, hogy, mert hogy nem úgy működik alapvetően a sajtó. Hát de azért azt látod, hogy, hogy mégis ez az, ami, ami ö, működik ilyen, nem szívesen használom ezt a szót, mert tényleg minden oldal, minden egy propaganda azért, hogy, 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 hogy létrejött a, a hatalomgyárnak egy ilyen tudatipari ö, ö, üzemegysége, amely folyamatosan tolja a fejekbe a dolgokat. Lásd, Ukrajna kérdésében tényleg ez az ország, ahol volt például a, a, az oroszokkal szemben, hogy mondjam, egy történelmi távolságtartás. A magyar jobb oldalnak, meg aztán pláne. Ez ott tart, hogy ma visszafogott jobboldali polgároknak meggyőződésük, hogy az Egyesült Államok támadta meg Oroszországot. Tehát, hogy, hogy azért a, a tudat átformálásnak vannak eredményei, én is azt gondoltam, hogy ez nem lesz lehetséges, de egész más körülmények között képzeltük már mielőtt a, 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 a sajtó működését, meg a közve működését, de kiderült, hogy mégiscsak működik. Tehát, hogy, hogy, hogy az nem véletlen, hogy mégis 2010 után mégis a sajtó teljes megszállása, vagy, vagy hát a sajtó nagyon nagy részének a megszállásával indultak el, És és, és tehát, tehát azért az, az eredmény az ilyen szempontból igazolja az Orbánt, még hogyha szerintem a társadalmi kár és az, amit az országnak egyébként meg az embereknek okoznak, a hosszú távon borzasztó és szinte kiheverhetetlen, és még nagyon sokáig fogunk vele küzdeni, még azután is, hogy ez a rendszer valahogy véget ér. Józsi küzd, hogy szó az üs, nem. Nem, ez egészen visszafogott küzdelem volt. Hát, csak annyit szerettem volna hozzátenni, hogy addig nem kell kilökni senkit sem a nyolcadikról, amíg működik a hiteltelenítés, meg működik a túlkiabálás. Meg működik a, a, a megnyomorítás. Ugye, itt egy fontos tétel szerintem a sajtóban a pénz. Vagy már, már korábban utaltam rá, ugye mégiscsak a közéleti sajtó az, ami közös ügyeinknek a platformja volna. Ez egy pici ország, kevés ember, kevés támogató, kevés előfizető a printben is, meg egyébként is a, a netre is kevés pénz jut, és a rendszerváltásnál az volt, a, ahogy azt lehet tudni, a megállapodás rendszerváltó erők között, hogy valamilyen módon az állam finanszírozza azt, hogy ez a platform a közéleti sajtó létezen, ahol meg lehet vitatni a, a, közös ügyeinket. És ez működött is egészen 2010-ig, annak idején a heti válasz, ahol András dolgozott, meg a 168-ról én dolgoztam, ugyanúgy kapott állami hitetéseket, nyilván fordított arányban, ahogy hatalommal éppen ki volt hatalmon annak megfelelően, de azért, azért valamennyi jött a moltól, meg a szerencsejátékertétől, és nem volt sem tudtom, ha nem volt semmiféle kérés, tartalmi kérés ezekkel kapcsolatban. Ugye ez 2010-ről a kétharmaddal ez, ez felrúgódott, és azóta folyamatosan megy az elszegényedés a, a sajtóban. Elszegényednek a, a, lapok, és elszegényednek az újságírók is, ami nyilván előbb-utóbb át fog csapni az újságírók szintjén is egy, egy minőségi változásba, hát ki a túról akarna eljönni két-három nyelvvizsgával, bölcsész diplomával, nettó 300 ezer forintért hírt szerkeszteni, beállni a sorba, hogy akkor majd előbb-utóbb lesz neki heti egy saját napja, amikor nem hírt kell szerkeszteni 8-10 órában, hanem mondjuk saját anyagú riporton, interjún dolgozhat, miközben már hát tanárként is többet keres, és hogyha meg elmegy taxisofőrnek, vagy elmegy marketingesnek, vagy tudom is, akkor meg végképp többet keres. Hát nálunk is az elmúlt egy Másfél évben volt, aki elment villanyszerelőnek, egy kiváló Bakser Roland, gazdasági és újságíró, más elment bognáról a kultúros, elment egy marketingesztékhez, és lehetne sorolni, hogy, hogy mentek el profi újságírók, és egyébként még a gyakornokok, akik beesnek egyre, jobb, egyre komolyabb felkészültséggel, egyre elhivatottabban ott is előbb-utóbb szembesülnek azzal, hogy hát oké, okay, be lehet állni a gyakorlati program, program, végén a szerkesztőségbe, de aztán ennyi pénzt tud nekik adni a szerkesztőség. És hát, a vörös a képes rendesen. Még a vörös, és ráadásul, a, akit most itt kedvesen vörös bározott itt mellettem a válaszolnának a munkatársa, ugye a különböző a szép hosszú utat beárt válaszolnának a munkatársa. Akkor öt és fél év annyira szeretem, szeretem a focit, akkor egyenlítsünk. Szóval, szóval, hogy itt különböző modellekkel próbálja a sajtó túlélni ezt a, a, a tehát nem a propaganda, nem a sajtó túlélni, túlélni, ezt a helyzetet. A miénk egy viszonylag kényelmes modell, van egy elkötelezett tulajdonos, aki egy széles portfóli, portfóliójú média vállalkozás van e, szerzi a pénzét a nőklapjából, a színes RTV-ből, meg sorolhatnám a Story Best, meg ilyenekből. Mi meg ha kihozzuk plusz nullára, akkor mi békén vagyunk hagyva. Ugye ez egy működési modell, e, hiszen a közéleti sajtó nem igen tud pénzt termelni. Aztán van, ahol egy e, hirtelen felbuzzulás, valami nagy e, sajtóeseménynél születő lap, az e, be tud vonzani támogatókat, most éppen mondjuk a Terexre gondolok, e, van, ahol egy szintén Földcsúszamlásszerű nap után egy print heti lapnak a munkatársai ki tudnak menekülni, és van kellő számú lelkes támogató, elkötelezett támogató, akik azt mondják, hogy ezt igenis ön kell tartani, ezt a brigádot, legalábbis egy részét, akik tőlük kapjuk azt a, azt a, azt a háttérinfót, tudást, ami, ami, ami nekünk kell. És lehetne sorolni, de ugye ezek. Az a piacról megélni szerintem egyre inkább képtelenség, és ahogy ugye 2010-ben elzáródott a sajtó a, a, a szerencsejáték forrásoktól, onnantól ez egy elég nehezen. És ugye Most félreértettél, tehát a Vörösbárót azt azért említettem, mert ezzel nyomta a Fidesz propaganda a 24-et, hogy ott a Vörösbáró így meg úgy csinálja. és akkor Is nem volt, hallottam az idézőjelet. Nem majd az idézőjelet, de, de most akkor ide teszem, hogy mindenkinek egyértelmű legyen. Ja. A vörösbározással nekem a kedvencem volt, hogy a Bolyár Gábort vörösbároztak egy időben. Tehát ezt csak azért mondom, hogy, hogy ez tényleg mindent elmond a dologra. Tehát, hogy ez az, ami nekem újságíróként, meg ez, tehát tényleg fölfoghatatlan, hogy, hogy, hogy abszurd dolgokat állítanak ott. Ugye a Bolyár Gábor, aki tényleg a self-made man tipikus, de kitalált egy szoftvert annak idején, a kormánypárti médiában hetekig futott úgy, hogy hát ő a kommunisták miatt lett milliárdos. Te teljes, teljes elmebetegség. Tehát ő, aki Amerikában szerezte meg gyakorlatilag a vagyonát. Tehát, hogy, hogy ez számomra mindig elképzelhetetlen volt, hogy én olyasmit állítsak, amiről tudom, hogy nem igaz. Szemenszedett baromság, de mégis állítom, mert van vele valami célom. Szóval, hogy szerintem itt, itt lehet meg Húzni valahol mégiscsak a határt abban, hogy itt nem a sajtó, meg a meg a politikai között, hanem egész egyszerűen valahogy a nem tudom a normális agyműködés, és a. Nem a sajtó és a politika között. A politikának tényleg nem az a cél, hogy igazat mondjon, hanem az, hogy szavazatot szerezzen. Tehát azzal a politikával is hova jutsz, ami folyamatosan abszurd dolgokat állít a világról, és ebbe kell minden. Hát egyébként látjuk most, hogy mi lesz ennek a vége. Az Egyesült Államok elnöki posztjáig valószínűleg el lehet jutni. Még, még egy annyit tennék hozzá, hogy egyébként miért, miért ennyire veszélyes a sajtó, vagy mi van a sajtóval, ha egyébként is kétharmad lenne. Hogy szerintem van egy nagyon fontosan funkciója lett a rendszer szempontjából, hogy a gyenge ellenség, aki mindig lehet ugrálni a fején. Tehát lehet, hogy ez az, az mondatja velünk, hogy mondjuk az átlátszókből különösen sokat kapott, de hogy mi nem vagyunk semmilyen szempontból egy súlycsoportban, azokkal, akik a fejünkön ugrálnak. Tehát, hogy ilyenkor fölmerül az emberbe, hogy azért rajtam ugrál, mert én nem tudok visszaütni. Tehát, hogy szerintem van egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen része is a sztorinak, hogy ugye jól, marketing marketingelhető főgonosz, vagy nem tudom, ellenség a, ez a független sajtó, aki táskálódik a nem tudom. Hát meg mindenki, aki aki nem a rendszer része, az bemutatható ellenségként. És ez a másik lényege a ennek a postmodern politikának, hogy mindig ellenségre sokkal nagyobb szükség van, mint barátra. Mindig ellenséget gyártani, ellenséget, ellenséget. És és ugye, az Orbán arra jött rá zseniálisan, hogy ebben az országban, mind, a, 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 ahol nagyon nagy hagyománya van ennek a sérelmi politizálásnak. Tehát, hogy mindenki sértett, mindenki tudja, hogy a másik az oka, mindenki tudja, hogy hogy, 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 vele ki van baszva alapvetően, és, és ennek. És hogy rá kell mutatni mindig, hogy na, miatta van, miatta van, miatta van, és ezzel nagyszerűen el lehet lavírozni, Bármiben, egyszer-egyszer akadsz bele egy ilyen sztoriba, mint, mint ez a kegyelmi ügy. De egyébként nézd meg, gyakorlatilag lehozott minden olyan botrányt, amiben a, 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 tehát senki föl se tudta vetni komolyan a kormányzat felelősségét, abba, hogy nem, miért van a legnagyobb infláció az EU-ban, abba, hogy egyébként a, 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 világ, a világra szóló gazdasági eredményeink, hogyha összehasonlítod az előző és körülbelül ugyanott van. tehát, te, te tehát teljesen tehát a, COVID, a, 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 világbajnok COVID védekezés eredményét, stb. Tehát lehetne most egy ilyen, egy ilyen sort felállítani, hogy senki föl se, föl se, tudta vetni komolyan a felelősségen. Jó, de amit meg az ellenzék képtelen volt fölvetni, hát azért az, az, az ami most történt, hogy basszus tényleg lemond a És úgy lett az egész történetnek vége, hogy Orbán Viktor jött és megoldotta, és megnyugtatta a saját, sajátjait, meg is nyugodott mindenki mentünk tovább. És hogy az ellenzék, mivel jött elő most tegnap ezzel a. még nem is tudom, nem nem jól hangzott el de, hogy akkor közvetlenül köztársasgel tényleg, de még ezt sem mondták együtt, tehát hogy miközben kiálltak színpadra. Hát én tényleg, tényleg csak néztem, hogy, hogy annyiban igaz lehet, hogy a hogy az ellenzék szerepét betölti néhány újságíró, mondjuk, hogy ne, nem magunkra mutogassak, hanem e, Tóta V. kollégára, hogy az egyetlen, tehát ilyen épp kézláb ötleteket csak, ami, ami az emberi agyból ki tud jönni, és mondjuk egy ügynek a továbbgurításéhez mondjuk kellene, azt mondjuk egy publicista fogalmaz meg, nem pedig pártok vagy pártvezetők, akik mondjuk együtt ugyanazt mondanak, akkor ebben a konkrét esetben csak, hogy mit írt a Tóta, és egy lehetséges változat arra, hogy hogy történhetett volna ez az egész ügy. Hát itt volt még 40 kegyelmi döntés, amiről mai napig nem tudunk semmit. Amit aláírt Novák Katalin, aznap talán 22-t. Tehát, hogy kettőt ismerünk, a Budaházit, szuperül sikerült, meg ezt a, ezt a pedofil mentegetős kegyelmi ügyet. Meg, meg, a, meg, a, igen, meg a takarítónőt most már. Van még több tucat az a követelés nem olyan, mint, hogy legyen közvetlen közvetséges választás, az a követelés, hogy ott van, tudja mindenki, hogy ott vannak ezek a döntések, né, hadd nézzük már meg őket. Ez egy jól a követelés, kapcsolódik a, a, történethez, rámutat alapvetően mélyebb problémákra és a titkolózásra arra, hogy milyen mocsok lehet még ott, ha ilyennek jöttek ki véletlenül. Az egész narratíva működhet, mondom, nem az én ötletem, Tóta kollega ötlete, nem a válasz online, hanem a hvg ugye mindenki tudja. Tehát, hogy, ez egy, hogy is mondjam, ennyiben igaz lehet, hogy nincs egy épkézlet politikai gondolata az ellenzéki pártoknak, és néha meg egy-egy publicistának van politikai gondolata, de ettől még nem, 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 a, nem, veszi át az ellenzék szerepét, a nem létező ellenzék szerepét a publicisztika, meg az újságírás. Hát, mint a 22-es kampány, ugye az önálló egészségügyi minisztériumot ez volt kiplakától, ez, ez nagyjából az a, az a szint, ez a most közvetlen elnökválasztás. Mielőtt rátérnénk a közönség kérdéseire. Én azért, ha már szóba került az ellenzék, szóba hoznám, és pláne egy kutyapártos rendezvényen az összefogást. A sajtó összefogását, ez szintén a beszélgetés előző epizódjában merült föl, hogy a olvasó közönség fogja feltétlenül kikényszeríteni, mert hogy ilyen előfizetők, meg piac szempontjából ugye a független sajtó ugyanezt a tortát szeleteli, ez volt az érv, tehát nem én mondom. Viszont mégiscsak van valamilyen elvárás, de hogy erre egyébként, ha jól emlékszem, volt is példa, mert ugye a független lapkiadók, itt többen is aláírtátok, hogyha jól emlékszem, azt a nyilatkozatot a szuverenitás védelmi törvény ellen. Ja, Vagy, ez, be, bocsánat, hogy ezen kívül milyen formái lehetnek még, az is a kérdés. Azt hiszem gyakorlatilag ez volt az első ilyen próbálkozás, hogy valamit közösen csináljunk, mert egyébként meg mi normálisan úgy gondoljuk, hogy versenytársak vagyunk, és versenyzünk egymással az előfizetőkért, meg a figyelemért, meg mindenért. Tehát sok összefogást ennek mondjuk piaci alapú nem kéne generálni, de amikor mondjuk így az állami így ilyen módon akar a torkodra lépni, akkor valamiféle közös értekvédelemben azért, azért lehet gondolkodni. Versenytársak mondjuk én ebben egyetértek. Én úgy tudom, hogy mert én csupa főszerkesztő, meg majdnem főszerkesztő között ülök, én, egy, én csak egy egyszerű újságíró vagyok. Tehát én, én úgy tudom, hogy a, hogy a 24.hu főszerkesztője ezt a Közös nem írt alá, nem tudom miért nem írt alá, én nem beszéltem vele erről, és nem is dolgom, hogy beszéljek vele erről. Hogyha őt akarjátok erről kérdezni, akkor javaslom, hogy őt kérdezzétek. Nekem az nagyon szimpatikus, hogy dacára annak, hogy nagyjából közös értékek mentén éljük az életünket, legalábbis az újságíró életünket. Ahogy te, te is mondtad, hogy versenytársak vagyunk a figyelemért, a kattintásért, meg hát a pénzért versenyzünk is. Ott aki jobban teljesít, az az előrébb kerül a listán, és tovább fog életben maradni. Reméljük, hogy ez, aki tovább életben marad, az még megéri a magyar demokráciának a létezését is. Abszolút egy, egyet tudok érteni a kollégákkal, szerintem nincs szükség igazából nagyon nagy összefogásokra tényleg versenytársak vagyunk, és szerintem nem is működik az, hogy hát láss politikailag mennyire működnek az összefogások. Ez a mindenki egy akkorba bele, most hogyan? Tehát pont az a lényege, az a, az a szexi a 444-ben, hogy, hogy ő a 444, és rohadtul lehet tudni, hogy milyen az a 444. A válaszban is lehet tudni, hogy van neki egy arcéle, van valamit gondol a világról, Nagy Józsiról is lehet tudni. Szóval az átlátszó is pontosan behatárolható. Nem lehet ezeket így, így össze. Az persze biztos, hogyha, hogyha közérdekű az a történés, ami a sor... lehetne csinálni egy nagy, közös, nagyon rossz újságot. Igen, persze. semmilyen. semmi semmilyen hát, újság. Hát, bejön. Még, még, nem próbáltuk ki végül is, úgyhogy nem. Semmi. Tehát, a... Semmi Hú. Az teljesen jó. E, és nem kell feltétlenül cikket írni, nem akarunk, mert hagyhatjuk üresen az egészet. Egy nagy fekete címlap, és akkor ezzel tiltakozunk egész. egész csak, csak, a fizetés felveszünk, és egyébként így tiltakozunk. Mindig, valaki minden nap új te fekete tegülezt. címlap. Én beadományoznánk jó. Egy, ilyen, egy ilyen ellenzéki kesmának a médiumokat. Egész jó ötletek jönnek itt. Nem, tehát valójában nem, nem kell, kell semmi összefogás, mi? annyi kell természetesen, a, a szolidaritás az nem összefogás, meg, meg az egyébként az olvasó szolgálata, hogyha van olyan fontos történés, amilyen mondjuk egy ilyen szuverenitásvédelmi törvény, meg hivatal, meg az, hogy láncitomika ö, kapja meg a kír, hát, hogy bemutassuk, hogy mi van abban a törvényben, ugye ebben a abban az volt, le, le volt írva szépen, nem jogász nyelven, de jogászok által átnézve, hogy miről szól ez a, törvény, mi az, ami, tehát ez igazából információ volt, nem, de ez meg a dolgunk. És hogyha valami mondjuk tényleg botrányos, és mind úgy gondoljuk, hogy botrányos, akkor hogy egyszerre jelenjünk meg vele, azt szerintem mi tök jó akció volt, mi is benne voltunk, de ettől még szerintem nem kell így szervezetileg, nem is lehet, nem, nem szükséges szervezetileg bárhogy összefonni a független sajtot, tök jó ez így, hogy, hogy tudunk működni külön-külön is. Én nem értek egyet, igenis szükség van összefogásra. <gül> <gül> és aki nem tud összefogni... <laughs> az, az Orbán Viktornak dolgozik. Hát olyan értelemben egyébként a kérdésben tényleg benne van az, és azért ez, ez, egy feszítő ellentmondás, hogy bonyolultabb legyen a helyzet természetesen. Annál a szép hogy igen, itt vagyunk egy optimális esetben, nagyon jó konkurensek lennénk egymásnak, és, és versenyeznénk egyébként. De a valós helyzet az, hogy ugye a, ez a maradvány sajtó, nevezzük így, ez a magyar közéletnek az egyik sarkába beszorítva, vagy a, anyagilag meglehetősen nehéz körülmények között, és egyre, és, és ugye napról napra keményebb támadások között, és ezeket az anyagi, meg egyéb típusú lehetőségeit napról napra próbálják szűkíteni. Ez ott versenyzik ebbe a sarokba, egymással, élethalál harcban, miközben ugye a, a, a túlsó, hát nem térfélen, hanem é, é, tér 90 századon, vagy nem tudom én, é, 95 századon, írtózatos pénzből, fönn van tartva tényleg ezer milliárdos tételekből, nem leírhatatlan mennyiségű pénzből, egy olyan kommunikációs gépezet, aminek egyik feladata például, hogy ezeket basztassa. <laughs> Tehát, hogy ez tényleg azért egy abszurd helyzet, és, és egyre nehezebb védekezni, és ezek a szétforgácsot török, és ez egyébként pontosan látják az Orbánék is, és él, vissza is élnek, vagy hát él, élnek is ezzel a helyzettel. Szóval Szóval tényleg ez a helyzet, amit mindenki mondott, de nem biztos, hogy, hogy ez nem okoz azért súlyos problémákat, és nem fog még súlyosabbakat okozni a következő, a következő időszakban. A megoldást én sem tudom rá, mert nyilván nem, nem nagyon látszik arra, hogy mondjam, épkezem, és mi kartelezzünk, osszuk fel a piacot, hogy te ennyit kapsz, te, annyi, te neked ennyi olvasód lesz, ennyi pénzed, ide, erre, nem, 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 nem tudom. Tehát ráadásul meg mindenki, hogyan? Tehát, hogy gondoljuk ráadásul már... mindenki más a modellje egy kicsit. Igen, van, meg... aki a reklámpiacon erősebb, van, aki az olvasókban, van, aki pályázatokon indul inkább, tehát, hogy, hogy Milyen szabadság ellenes és... dolog lenne, most akkor ha úgy, csak úgy lehetne nyilván megcsinálni, akkor, és akkor belenézek a te költségvetésedbe, hogy neked honnan van, mennyi bevétel és mire költöttette meg az enyémbe? Kinek mi köze van a másik, ah, igazából a versenytársának az Vagy mert ebből akkor csak az következik, hogy akkor nagy, nagy cégbe összejön. De az milyen moslék már? Tehát, hogy az... De mellette itt van valóban ez a szuverenitás védelmi törvény jó példa, és emiatt is született ez a kis összefogási kísérlet, aminek nem tudjuk, hogy lesz-e értelmes folytatása, de hogy egyébként meg vannak olyan pillanatok, meg vannak olyan ügyek, amikbe úgy lehet beleállni, hogy valami erőt kell mégis, hát amennyi erőnk van, azt meg kell próbálni mutatni, meg kell próbálni, lehetnének egyébként olyan területek, ahol, ahol lehetne ilyen, ilyen ö, közös intézményeket működtetni, ugye egy normális demokráciában is vannak szakmai szervezetek, ugye nem csak kötelező kamarai tagság, meg ilyen abszurd vidék, nem, hanem vannak egyébként szakmai szervezetek, ilyen olyanok, ezek Magyarországon hagyományosan nem működtek, ö, újabb és újabb kísérletek vannak mindig arra, hogy legyen, hát most meglátjuk, hogy ebből lesz-e valami. Eljött a közönség ideje, úgyhogy... Sziasztok! Kicsit messzebbről kezdeném, meg, meg is a műsor kezdő témáját. Olyan kérdésem lenne, ami engem rettenetesen foglalkoztat, és tök jó, hogy most újságíróknak fel tudom tenni. Itt pont beszéltetek arról, hogy tulajdonképpen van azért olyan platform, ahol az újságíróknak össze kell fogni. És beszéltetek arról, hogy szegény újságírók is ugye mindjárt kivéreznek a mesterséges intelligenciáktól. Engem nagyon-nagyon régóta foglalkoztat az a kérdés, hogy a mostani napról napra változó média viszonyok között tényleg egy olyan hírdömping van, ahol a hitelesség egy olyan érték lesz, amit ugye nehéz forintra, meg egyéb értékre váltani, Viszont az embernek igénye van rá, és nagyon egyre nehezebb megtalálni. Úgyhogy bár minden, minden nagyon sok oldalról azt hallani, hogy a, az újságnak és az újságíróknak a szerepe az eljelentéktelenedik, én a saját példámból azt tudom mondani, hogy ez pont fordítva van, mert hogy én pont azt csinálom, hogy ha kíváncsi vagyok arra, hogy mik az igaz hírek, megpróbálok olyan hiteles portálokat keresni, ahol nálamnál ehhez hozzáértőbb emberek ezt kibányásszák. És azt mondják, hogy ez az igaz. És én ezt elhiszem nekik. Viszont most már ugye ott tartunk, hogy a, a tényellenőrző oldalakat is meghekkelik áltényellenőrző oldalakkal, tehát hogy, hogy, ez már tényleg egy ilyen információs háború, hogy, hogy láttok-e bármi esélyt arra, hogy euh, mit tudom én, ilyen, ilyen, ilyen hagymázas ötlet, hogy mit tudom én, újságíró kamara, tehát hogy mit tudom én, dedi, de úgy, hogy mit tudom én, dedikált újságíró, hogy mint ahogy a doktor elé rakják, hogy DR, -ra, a jogász elé, hogy DR, az újságíró utára rakják, hogy zsurnaliszta, vagy mit tudom én, hogy... Igen, mit tudom én... J euh, Zsé zs új Péter, vagy mit tudom én, hogy, 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 hogy mit tudom én, ez, privilégiumokkal járna, hozzáférne külön információkhoz, de mondjuk egy olyan kötelezettséggel járna, hogy mit tudom nem hazudhat. Tehát, hogy... Ez már most van, nem? De nem zé, tudom, zé nem tudom, de, de hogy ez a egy. A kormány szerint... akart ilyen sajtókamarát ez napi renden volt, hogy a kormánypárti újságírók létrehoznak egy ilyet, és onnantól kezdve például, a bármiféle állami sajtótájékoztatóra csak az mehet be, aki ebben tag. Tehát azért ez ugye fordítási Pont, Pontosan elsőre. ezért ez a probléma, hogy ez ez egy ilyen nagyon visszás és nagyon nehéz kérdés, és ezért nem jutottam dülőre, és ezért kérdezem Ez, ez nem, intézményi, nem intézményi kérdés. Szerintem alapvetően azért még mindig az a jó hír, hogy a jó cikk, a jó cikk az, az terjed. Van, hogy jobban kellene ki, meg úgy érezzük, hogy sok munka volt benne, és mégsem ment annyira, mit rontottunk el akkor a címen, meg minden, de egy jól megcímzett, jól megírt cikk, ami releváns témáról szól, az azért eljut a közönségéhez az internet azért nagy csoda, tehát hogy tök jó, hogy ez, ez, működik. És hosszú távon fölépül a hitelesség. Az rövid távon nem épül föl. És nem véletlen az, hogy tényleg napi hírlevél, ami nem hírlevél nálunk, hanem tartalomajánló, azt küldünk minden támogatónknak, már bronzfokozaton is, mert ott meg konkrétan arccal is, ugye a 444 is csinálja, átlátszónak is van ilyenje, ugye? Arra nem vagyok feliratkozva. Mindenesetre, hogy hogy arccal, arccal névvel ott, ott van egy napi, napi szerkesztő, akit lehet, napi nincs. lehet tudni, hogy heti. heti van nektek. De hogy naponta mi elküldjük, és ott van a kis fejem, hogyha én csinálom azt a gyűjtést, hogy mi fontos ma a világban, miért fontos az a világban, meg nyilván a mi az napi cikkeink is ott szerepelnek az elején, de egy ilyen világgyűjtés is, meg országgyűjtés, ami éppen történt és fontos volt. Pont azért, és ezt nagyon-nagyon szeretik a, a, az, az előfizetők, a támogatók, Gyakorlatilag ilyen, ilyeneket cégvezérek szoktak kapni, hogy egy profi sajtószemlét tényleg hozzáértő szemmel kiválogatva, és most meg ők is megkaphatják igazából apró pénzért, hogyha úgy veszük, hogy, hogy mi, mi, a szolgáltatás, meg a cikkek is elkészülhetnek és támogatnak valamit. És ez a fajta hitelesség szerintem tényleg felértékelődött, de hogy egyszerűen melózni kell, el kell juttatni a hírét minél több helyre, és én, én nem vagyok ebben borulátó. Tehát szerintem, szerintem ez... Hogyha az olvasót sikerül megtalálni, és jók a cikkeink, meg mindenkinek, és sikerül a saját táborát bővíteni, és elmenni, mindenhova beszélni róla, stb., akkor szerintem ez. Azt, azt, nem lehet kinyírni a valódi közösségeket, amik tényleg léteznek. A kamu közösségeket, amik nem léteznek, nézzük meg azt a tegnapi ellenzéki tüntetést, meg hogy mennyien szó, tudnak összejönni, azok, azok, azokat nem is kell kinyírni, mert nincsenek valójában, csak, csak úgy tűnik a médiából néha, mintha lennének, meg kapnak állami támogatást, azt jó napot, ott Mi ezt nem tehetjük meg, nekünk találkozni kell az olvasóval, írni kell neki, stb. És, és muszáj, muszáj, hogy, hogy bővüljünk meg, hogy létező emberek legyenek, akik hajlandók mondjuk havi 3000 forintot adni azért, hogy, hogy létezzünk. És ez, hogyha ez a meló szerintem megvan, én, én nem, nem látom annyira, annyira sötéten ennek az országnak a polgárságát. Ez egy szűk polgári réteg, persze, és itt most ez nem világnézetileg értem a polgárit, hanem, hanem az a középosztály, akit, akit érdekel, hogy az adóját mire költik el a, a hatalmasok, meg van valamiféle hagyományozott érdeklődése ugye, a közélet felé. Tehát ez a polgárság azért, ha szűk is, de létezik, és, és egyébként szerintem erején felül teljesít, mert valóban egy csomó szerelő fizet a 444-re, a válasz online-ra, támogatja, szóval, hogy ami, ami tök nehéz lehet, de nyilván ez nem kötelező, mindenki annyit vállal ebből, amennyit, amennyit tud. Meg amik... Szóval te vagy a zsé. Nem kell külön. Te válaszod a 4 4 élet a, a az azonnal itt, vagy 24 pont út, hogy ez is hangozik már el itt. Ma, ma csak est, hogy, legalább, csak legalább hogy ugye a vörösbárot támogatni, tehát hogy gondoltam, hogy ez kétszer, hogy kicsit. 24 pont háromszor nem nem. 24 pontut, Tehát akkor, hogyha te választod és azt ütöd be a négy közül bármelyiket, akkor itt te már kiraktad a zsét, és akkor szavaztál valakire, és ez tök jó. Hogy, ha, meg meg minden négy meg van nyitva minden nap, akkor, akkor meg, az meg négy voks. Tudnék ezzel vitatkozni. Parancsolj, szerintem az is. Sőt, uh, Szóval egyrészt ugye nyilván az igaz, amit az Andris mond, hogy, hogy ebbe a viszonylag szűk körbe, ennek a hitelépítésnek és a, és a, a, a közösség gondozásának és, és a, egyre komolyabb ilyen kapcsolatoknak van eredménye. Ez mindenképpen biztató. Ez ugye a mi esetünkben is hasonló dolog más irányból jövünk, más, nekünk is nagyon szépen gyarapodik, ugye ez az előfizetői bázisunk. Hála istennek, ugye az árbevételünknek a nagy része az már az olvasótól jön, és, és és tényleg például most az elmúlt hetekben részben nyilván a kegyelmi botrány kapcsán is ez nagyon dinamikusan növekedett, több mint 6000 új előfizető lett. És, és ezek, ezek nagyon jó dolgok, de hogyha az egész, hogyha nagy képet nézzük, nem csak Magyarországot, hanem a világot, akkor azért itt nagyon-nagyon itt súlyos problémák vannak. Tehát egyáltalán nem jellemző az, például, hogy az emberek tudják, hogy mit olvasnak. Sőt. Volt egy nagyon jó mondat, amit az Ácsdani mondott a legutóbbi beszélgetésen, nem is tudom, hogy milyen összefüggésben, vagy milyen kérdésre válaszolva, de valahogy úgy fogalmazott, hogy hogy az emberek, hogy nagyon furcsa, hogy az emberek ugye nem bíznak az újságokban, nagyon sokszor úgy nyilatkoznak, és minden felmérésben benne van, hogy hogy esik Amerikától Magyarországig a, a különböző sajtótermékek, vagy a sajtó úgy amblok hitelessége, az hogy csökken. Ugyanakkor Mindent elhisznek. Szóval, hogy elképesztő, hogy, és, és ugye ezt látjuk itthon is, hogy hogyan tud működni ez a fajta propaganda, ahogy az előbb például Orosz ügyben mondtam, de sok ilyen, ilyen illusztrációt lehetne még találni. Tehát, hogy hogy, hogy, van -e, hogy azért vannak ebben nagyon, nagyon nyugtalanító dolgok, és ennek nagyon nagy irodalma van azért az elmúlt években, ahogy, ahogy, hát tényleg ezt ugye, a, a, hogyha már a, az előbb a, a Gárit szóba hoztam, és ugye a, a, egy nagyon közeli név a Hari, ugye, vagy ugye Johan Hari-nak hívják az embert, aki a, az magyarul is megjelent a figyelem válsága, vagy az, az nem válsága, az a figyelem tönkretétele, vagy valami ilyesmi a könyv címe magyarul. Ami, ami ezzel a jelenséggel foglalkozik, de ez egy általános jelenség, nagyon komoly pszichológusok és, és mindenféle kognitív tudósok foglalkoznak vele, és nagyon szorosan kapcsolódik a, a, a korábban szóba hozott algoritmusok, mesterséges intelligencia és a, a különböző képernyőkön keresztül az ilyen tartalomfolyamakkal bombázott felhasználók lelki állapotával. Tehát, hogy hogy, hogy, hogy egész egyszerűen kezd ez a, ez a struktúra nagyon súlyosan szétesni, az emberek fejében is szétesik, és néha nagyon nem tudni azt, hogy bizonyos információ, tehát mi a újságíró eszközökkel már nem tudjuk, hogy, hogy néha, hogy mi az az információ ami az emberekhez el fog jutni. Sokkal jobban tudják azok, akik óriási pénzekért, óriási számítógépeket üzemeltetnek, és óriási mintán végeznek folyamatos megfigyeléseket emberekről, és, és, és nagyon tudatosan akár manipulálnak vele, sokszor manipulálnak vele. Szóval ezzel nagyon nehéz versenyezni. Hát Ezzel nem tudsz versenyezni, más pálya. Igen, tett, más pálya, más pálya, de a pályánk a csak az elitpályán fogsz tudni, te is. Tehát tudom, hogy nagyon jó lenne a, hát a, 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 a igen, igen. régi indexek a sok Én, sokkal én sokkal nagyon sokkal, boldog lennék, ha az elitpályán tudok ü, tudok lavírozni, és meg tudok maradni tényleg ez a 30 ez ezer Ez a max. A 30 év végéig elérni, és akkor ide. Ü, de, ez de, van, nagy, hát, nagy tömeget már nem fogsz tudni De azért elérni. ebbe is... Ü, Hát nem, persze, hát én amikor már az indextől eljöttem, akkor mondtam, hogy a stadion rock korszakának vége, tehát vissza a klubokba. Igen, de... de nézd meg, a, de, most a lovasék is, is, is csinálnak éppen. Hát nézd meg, hogy... de, de az Ariát is nézd. Na, na, pont olyan. Hogy... Pont olyan egyébként, tehát nagyon jó a, a párhuzam Belezaria, mondjuk nem, nem teljesen szar, csak nagyon profi, de az is nagyon profi, hogy az algoritmusok kiszámolják az akármit, és belövik, tehát ő legalább annyira. Igen, de vannak ebben olyan nyugtalan. Érkezik. Te vagy a lovas, ja, és a megafon Nem tudom, te figyelted -e, de például a, a, különböző szájtoknak az olvasottságát most a kegyenyi botrányba? Az indexé így ment föl. Fogalmuk nincs az embereknek, hogy mit olvasnak. ez, ez azt mutatja. És nem, és origo nem, néztem, nem mert, origo mert, mert nem volt rajta cikk origo a dologról. Tehát hogy két napig, három napig úgy semmi. Következő kérdező. Köszönöm szépen a lehetőséget. Először is én személy szerint kiszeretném a végtelen állámat fejezni azért, hogy vagytok és léteztek, mert, mert ez, ez a minimum, amit el, el kell mondjak. De a segnyaláson túl... Én szoktam futni, és mondjuk ez olyan, mintha az egyik, mit tudom, a maraton utolsó állomása nem lenne víz, vagy ha nem lennétek. Tehát, hogy ez egy elég szar helyzet. A másik, amit, amit ö, ö, szeretnék kérdezni, mindjárt besűrítettem kettőt, kettő az egyben, hogy ez a, tehát egy ilyen magyar Péterféle hajszárepedés, ami, amiből én próbálok ö, tisztán látni ebbe, nem biztos, hogy tudok. Egy dolgot nézek, hogy a Magyar Péternek például a követői száma hogy nő, mióta beszél. Ö, azt mondom, hogy 33 ezerről indul, de lehet, hogy mással nulladik szám, és ma most 94 ezernél jár. Ö, hogy, hogy ez nektek, nektek mit, mit mond, vagy esetleg ti beszélgettek olyan emberek, hogy mit mond a saját közönségnek? Azon túl, amit lehet olvasni erről, ez az ez egyik dolog. A másik dolog az, hogy, hogy mit mond nektek az, hogy, hogy ugyan egy ilyen népszerű, meg mindenki által elítélt témában, de tényleg ezek a, az influencerek, te, tehát hogy az, tényleg az influencerek vitték oda azt a, azt a rengeteg embert, én ott álltam akkor is, amikor Orbán Viktor beszélt annól, amikor még emberszabásulnak tűnt, és talán kevesebben voltak, mint most. Tehát 150 ezer az, az alap, hogy tényleg az influencerek vitték őket oda. Emlékszel Én... az Orbán beszédre? Hát most szó szerint nem, de a hangulatra... Emlékszel? 26 éves volt akkor az Orbán. Hallgass meg ezeket a fiúkat, hogy mik beszéltek meg az Orbán. Ja, persze. De, na, na, Hány osztály különbség? De erről nem is akarok nem beszélni. Nem szívesen dicsérem Orbán Viktor. Nem, nem, abszolút. Ebben tökéletesen igazat adok. Itt, itt, két ember volt, akinek legalább a retorikája minőségében megnyilvánult. A több. Jó, de oké. Okay. De hát akkor a kérdésem az, azon kívül, hogy a magyar, Péteres rés mekkora lehet, hogy, hogy tényleg ezek az influencerek vitték az embereket oda, vagy, vagy, tényleg van egy olyan téma, amire az emberek megmozdulnak, és én ott voltam a tömegben, ez egy viszonylag kulturált tömeg volt. Tehát ilyen sokszínű, sokszínű kulturált, és, és, nem feltétlenül nyugdíjasok 90%-ával volt, volt tele. És elég jó helyen álltam, tehát körbe tudtam nézni. Köszönöm szépen, a válaszolt. és Igen. még egyszer, köszönöm szépen, hogy vagytok. Mi is köszönjük, hogy vagytok. E Szóval a, 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 Kéri Laci mondta most el pár helyen, hogy a harmadik Magyarországot, tehát akinek tele van az töke az, az Orbán rendszerrel, nagyon tele van a töke az ellenzéki pártokkal, és nem találják azt, hogy kire lehetne rámosolyogni, kit lehetne megérinteni, és nincs. És ez az igény létezik, és ez, ezzel jött szembe az, hogy ez a néhány influencer azt mondta, hogy akkor most gyertek ki ide. Nyilván van, aki az azaria miatt futott ki, de alapvetően az igény létezik, hogy, hogy történjen már valami, ami ebből az egész őrületből kilép. És hát te is azért mentél oda, mert hogy, hogy, kéne már valami, mert az ember rettentően éhes, meg szomjas, de itt vagyunk a, nem tudom, a sivatagban, vagy micsodában, és, és egyik oldal sem tudjuk választani. Tehát ez egy szerencsés helyzet. És persze az influencerek képesek voltak kivinni őket, de nyilván a gyógyság meg nem képes kivinni őket, meg a többi parlamenti ellenzéki párt sem képes őket kivinni. Tehát igény van szerintem erre a harmadik Magyarországra. Én egyébként azt kapcsolatban, én azt egyébként meg is írtam, csak előfizetők kapták a hírlevelemben, hogy a hogy engem azért ez a, ez a megmozás, ez nagyon emlékeztetett hát az erősségei és a gyengeségei is a, 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 2010 utáni nagy ellenzéki tüntetésekre, amikor a Milla meg ezek voltak. Tehát amikor ugyanez a várakozás volt, amit a Kéri is emlegetett, hogy, 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 ugye minden ilyen választás után nagy választási vereség, teljes apátia, és utána gyűlik, gyűlik, gyűlik az indulat az emberekben, és akarnak már valami, valami ügyet, valami mellé odaállni, és akkor jön egy ilyen esemény. És, 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 és kimennek, és, 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 van egy ilyen hatás, ami, ami elkapja. És a másik dolog, azért mondom, hogy nagyon sok minden apróságnak össze kellett jönni ehhez az ügyhöz, hogy ekkorát tudjon szólni. Hogy, hogy például összejött az is, amit korábban az Andris említett, hogy igen, ez a pedofília, ez mégiscsak egy olyan téma, ami mindenkit fölháborít. Hogy ez eljut szélesebb köré, ez nem a négy, bravúrja, vagy a független sajtó bravúrja, hogy ez, hogy kivételesen ezt az ügyet el tudta juttatni a szélesebb, hiszen állandóan az a, az a nagy paránk, meg az a nagy félelmünk, meg az a nagy gondunk, hogy nem a saját buborékunkon kívül ugye nem nagyon tudunk eljutatni üzeneteket sehová az pedig egy viszonylag szűk kör a túloda által egyébként nagyon sok ezer milliárdból elérhető közönséghez képest de egy ilyen ügy, ez el tud oda is jutni, mert a gyerekeink, tehát az, hogy gyerekeket bántanak, a mi gyerekeink sose, tehát ez egy mozgósító téma, nem véletlen az, hogy egyébként a mindenféle jellemzően egyébként jobboldali, szélső populizmusok szeretik piszkálni ezt a témát, és, és felhasználni különböző politikai cégek, hogy nem mondjam, a Fidesz maga is ugye hónapokon át zajló kampányt húzott föl erre, és egy kicsit ugye most ez sült el visszafelé. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon sok mindennek össze kellett jönni ahhoz, hogy ez, ez, ez így robbanjon, és létrejöjjön egy ilyen, egy ilyen rendezvény. Tehát, hogy itt én nem a, az influencerek influencerkedése volt ebbe, szerintem az. Most ők voltak a, ők voltak a szervezők, és az egy nagyon nagy dolog. Tehát ne, ne vitassuk el ezt tőlük, hogy nyilván nekik van nagy elérésük, és gyakorlatilag mindenféle, Ö, hogy mondjam infrastruktúra nélkül nem tudtak ide buszoztatni tömegeket nem tudom én honnan, nem volt ingyen egy, nem tudtak ezreket idehozni hanem meghirdették a saját platformjaikon, ez nyilván a, a, a sajtó is foglalkozott vele, tehát elértek egy bizonyos tömeget, és meg tudták szervezni ezt a tüntetést. És az is igaz egyébként, amit mondtál, hogy, hogy, hogy látszott egy, egy generációváltás is, ami egyébként ma diák tüntetések alatt is látszott, hogy megjelentek olyan fiatalok, gimnazisták, vagy a gimnazista korból éppen kinőttem. Mert igen, ez volt az első ilyen. Maga Azária is ilyen körülbelül, aki ugye 22 vagy 23 éves talán akinek ez az első olyan ügye, hogy, hogy hát ismerkedik a közélettel. Nyilván még a híreket se olvasott eddig életében. Ugye most jött egy ilyen, ezt nem időben mondom, 18 évesen engem se érdekelte, hogy mit ír a népszabadság. 20 évesen meg ott dolgo. Meg már írtál bele, igen. igen <tos> hát, <tos> azért, mert nem érdekelt, hogy <coughs> Inkább bírom. Szóval Na, szóval, hogy, hogy, valóban van egy ilyen generációváltás, és benne, bocsánat, csak egy. Szerintem tényleg az influencerek vitték ki az embereket, tehát egyrészt látszik, hogy, hogy, hitel, hogy hitelesek, hitelesek, persze az ügy, meg minden. Excel már egyet volna valamiben. Jó van, figyelj, de, de, egyébként szerintem abból a szempontból is fontos ez, hogy uh, alapkérdés, hogy akkor mennyire tölti be az ellenzék szerepét a sajtó. Van egy, van egy ilyen uh, sokkal kisebben érzékelhető dolog, szerintem minnyájunk szerkesztőségében, hogy tényleg, mivel annyira nincsen normális politika, tehát hogy vagy ellenzéki politika, hogy egy csomó olyan gondolkodó ember, aki szeretne valahova tartozni, közéletről beszélni, azt nem a pártokban A Fideszben nem fogja megtalálni, mert már úgy gondolja, hogy eh, még a szavazott is akkor ebben ez, ez, ez már nem az, itt, itt nem akarok abba, abba belekeveredni, de nem akar elmenni más, más pártokba. Legfeljebb mondjuk ilyen viccpárként indult, ilyen anti-establishment, izé, mi hazánk, a mi hazánkra gondoltam természetesen. Tehát, hogy valamibe, ami kívül áll ezen a történeten, de hogy nem, nem akarodnak a környékére menni. És akkor hova lehet, ahol egyébként közéletről szó van, szerkesztőségek környékére. És egyébként ez tök jó, mert, mert így tényleg van egy ilyen közösségszervező feladatunk is, hogy, hogy megmaradjunk, ami egyébként nagyrészt tök élvezünk, tehát meg tök jó így kapcsolatban lenni az olvasóval, de egy normálisan működő polgári demokráciában erre nincs szükség, mert ezt egyébként a pártok, a szakszervezetek, a nem tudom, még csatornázzák be azokat a, a, közélet iránt érdeklődő embereket, akik, akik össze szeretnének gyűlni, és valamire szeretnének jutni. És itt pedig konkrétan szerkesztőségek köré, például köré is így gyűlik egy, egyre nagyobb tömeg, akit aztán igen, be kell szólítani, meg vezetni kell az egésznek a, az irányát, és ez, ez nagyon jó, de mondom, ez a helyzetből következik, és alapvetően nem lenne a sajtó feladata. Hát egy kérdésre van még időnk. Magyar Péter. Hát, ha röviden szeretnétek a Magyar Péterről beszélni, akkor... Nálatok dolgozott. De nálatok dolgozott. A Magyar Péterről mi volt a kérdés? Egészen pontosan? Hogy... A törésvonalat okoz, igen, látjátok a törésvonalat. Jó, sita lehet törésvonalat. kik között. Csak hogy mikrofonba is elhangozom, mekkora a károkozás mértéke magyar Péter esetében, hangsúlyozottan nem magyari Péter. Köszi. Szerintem ezt meglátjuk egy-két héten, hónapon belül. Tehát most már vannak jelek arra, hogy a beígért nagy atombomba meg, akkor majd a, a elő elé az ugye nem, nem jön. Ilyet már láttunk sokszor. De az is, azt is látjuk, hogy nagyon szervezi ezt a ne féljetek akciót. Még kiderülhet az is, hogy tényleg az európai parlamenti választásoknak akar indulni. Most csak így hasonló ütésszerűen tehát hogy mi a célja konkrétan, az, az, még nem derült ki. Az, hogy van célja, az teljesen egyértelmű, mert építi, van ilyen szlogen, meg mindez. Ez nem az, hogy hirtelen, mint annak ideje a Simicska, de az tényleg azt mondta, hogy Orbán egy. Tehát, hogy az, olyan az a csávó. Ez, ez Én hallottam a dolog... először. Igen, te hallottad először. Ez, ez, így, ez, így, föl van építve ez a történet, hogy mi a francnak építi, azon rajta leszünk, hogy kiderítsük. Mi például meghívtuk a klubestünkre, nem fogjuk ajnározni, meg simogatni. Marha kíváncsiak vagyunk, hogy mi, az, mi ez az ember láttunk már ilyen kis ilyen üstökös -szerű figurákat, azok el is tűntek így pillanat, ahogy az üstökösök szoktak. Mindig. De majd kiderül. Józsi. És tényleg nem mondott semmi újat. Tehát az az újdonság, és egyébként az lehet, lenne az újdonság, hogy a Fideszből mondja ezt valaki, de hát hogyha ti is beszélgettek Fideszes csókákkal, most már ide nehezebben, mert ugye régebben könnyebb volt, most már azért figyelik őket, de de hogyha egy háttérben találkozik az ember a Fideszből valakivel, akkor hát nagyjából ugyanezeket elmondja. Most nem mondok nevet, nyilván a parlament folyosan kicsoda, még pár évvel ezelőtt is, amikor félre lehetett hívni, akkor uh, ennél sokkal durvábbakat mondott. És komolyabban megjelzőzve, uh, majd ne elmondom kicsoda, de hogy uh, ebben sem volt újdonság, az volt az újdonság, hogy felmerte vállalni azt, hogy most akkor indul rá a... a a vadászidény, és attól lett különösen pikáns, ugye, hogy Varga Judit volt igazsági miniszternek a férje, és akkor meg az egésznek nyilván számos ilyen pikáns kimondott és ki nem mondott szála van, amitől még, még válik ez az egész. Hát az ember, hát ránéztünk, ugye, Ráadásul volt egy szép dráma is felépítve, nem tudom, hogy szép, az jó, jó jelzője és Ugye ott látunk egy szerelmes fiút, aki, aki, még mindig majdnem elsírja magát, annyira szereti a volt feleséget, a két gyerekének az anyját. Ez egy, ez egy önmagában is egy olyan sztori, ami, ami működőképes, ami, ami regényben, novellában is megállna a helyét. És akkor ehhez, meg ott van a, a, a rurális valóság, amit ő a betesz mögé a, a Fideszből, és akkor ez, ez, ez átélhetővé teszi. De ugye, nincsenek a, a, atombombái ennek a fiúnak, már pedig úgy tűnik, nincsenek. Legfeljebb ambíciói vannak, meg, meg, sértettsége, meg nyilván vannak ilyen általános információi is, akkor hiába nő 33-ról 95-re a, a követőinek a számát, ez, ez egy érvény. Tehát, hogy ez a a szor B egyelő C, hogyha az egyik az nulla, akkor bármennyi lehet. Az a, az a nulla, akkor a, a, B az lehet bármennyi, akkor C is nulla lesz. Röviden, hogy jó, csak nagyon röviden, hogy talán annyit lehet mondani, hogy azért itt van egy, tehát Magyar Péter az egy ilyen klikbe tartozott a Fideszbe, ez a jó arcú egyházi emberek, vagy egyház, tehát Balogh Zoltán, Novák Katalin, Gulyás Gergely, és hogy valamiféle ilyen klik harcot lehet e mögé vizionálni, de az még nem látszik, hogy bárki beállna mögé, tehát egyelőre magányos. Egyébként, amikor az atombomba szak kifejezés előkerül, akkor az ember már Simicska Lajos után ugye óvatos lesz. De egyébként pontos a kifejezés, mert az atombombák mi a legalapvetőbb tulajdonsága? Hát, hogy nem dobják le. Ugye? Tehát azért van. Na hát mindenki támogasson mindenkit, mindenki iratkozzon föl mindenre. Ez volt a ma esti beszélgetésünk, az az utolsó kérdést arra kérlek, hogy majd színpadon kívül tett föl. Én Terdi Roland voltam Kutyapár közeli független moderátor. Köszönjük, hogy eljöttetek és Különösen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást a ti a vendégeink. A Bodoki Tamás, Nagy József Stumpf, és Új Péter.